Stílus, divat, elegancia, mert nőnek lenni jó. Power Lilla ruháit a Mystic Day divatáru nagykereskedés biztosítja. Power Lillát a Merrill Fashion ékszerei varázsolják még elragadóbbá. Power Lilla frizurája a Pomádé szalonban készült. Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják, műsorunkat az Ez történt a héten című összeállításunkkal kezdjük, és a kék hírekkel folytatjuk. Önkormányzati perceink első témája a Jukai utcai, illetve Jukai téri március 15-i ünnepség. Ebben az évben a bajzás diákok lesznek, akik a műsort adják. Őket látjuk itt vendégül, tanáraikkal együtt a stúdióban. Ezt követően láthatnak egy összeállítást, amelyet az elmúlt héten készítettek kollégáim. A téma még mindig a Szinyei Mesepál gimnázium tragédiája, a volt és jelenlegi diákok készítették a műsort. Terézvárosi programajánló következik ezután, majd a magazin műsorunk. Kanyarjóra járván van az országban, természetes, hogy gyermekorvos lesz a vendégem, dr. Kovács István, főorvos. Arról, hogy kell-e oltás, nem kell-e oltás, és egyáltalán a kanyarónak milyen következményei vannak, de ez lesz a központi témánk. Ezek után bemutatkozik egy új teátrum, amely itt a 6. kerületben jön létre áprilisban. A neve Hadszín Teátrum, a színi direktor pedig nem más, mint Gál Völgyi Dorka. És maradunk a színművészetnél, hiszen terézvárosi lakosokat bemutató sorozatunkban most Kis József művész úrral kerül a sor. Itt született, itt nőtt föl, itt él köztünk, azonban a szolnoki Szigligeti Színháznak a művészeti vezetője. Rendez, színészkedik, és természetesen színdarabokat is ír. Bár lehet, hogy ez nem természetes. Szóval ő lesz a vendégem. Adások végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Töltsék velünk kellemesen az elkövetkezendő 3 órát. Jótékonysági est a Thália Színházban. Újraindulnak a lakossági tanfolyamok a 6. kerületben. Szakmai fórum a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál. Ősztől országos lesz a vastagbélszűrési program. Kodály Zoltán halálának 50. évfordulójára emlékeztek az Ötvös Tízben. Pályázat terézvárosi civil szervezeteknek. Önkéntes munka a Radnóti Színház szépítéséért. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Március 6-án este a 6. kerületi Szinyei Mersepál gimnázium volt diákjainak közreműködésével jótékonysági estet rendeztek a Thália Színházban. A január 20-án történt veronai busz tragédia áldozatainak emlékére, valamint a balesetben megsérültek megsegítésére. A Szinyei Mersepál gimnázium nyugalmazott igazgatója Rimóci József által szervezett jótékonysági esten a művészek előadásukkal fejezték ki együttérzésüket az elhunytak hozzátartozóinak, illetve a baleset sérültjeinek és érintettjeinek. A rendezvény fővédnöke Hassai Zsófia polgármester volt, védnöke pedig Tóth Gábor, a Szinyei Mersepál gimnázium igazgatója. Terézváros önkormányzata 10 millió forinttal járult hozzá a jótékonysági est céljaihoz. A mai önkormányzati percekben egy hosszabb összefoglalót láthatnak az eseményről, és a magazinban vendégünk lesz a Szinyei Mersepál gimnázium egykori diákja, az est rendezője, a Terézvárosban élő Kis József színművész rendező. A
közönség soraiban ott ültek a buszba lesetett épségben túlélő diákok, és többen az elhunytak hozzátartozói közül. A jótékonysági est bevételét és Terézváros önkormányzatának támogatását a Szinyei Mersepál gimnázium alapítványának utalják át. A kerületi önkormányzat minden rendelkezésre álló eszközzel segíti a tragédia érintettjeit. A képviselő testület jelentős összegű keretet hozott létre, amely az érintettek és családjaik közvetlen támogatására, a túlélők számára pszichológiai segítségnyújtásra, az áldozatok emlékének méltó megőrzését célzó kezdeményezések, illetve jótékonysági rendezvények felkarolására szolgál. Az esten olyan színjeis diákok lépnek fel, akiket talán ismer is az ország. Éppen ott átelemben áll Fenyő Iván, aztán Maszlai István, ifjú Ászai László, Kanda Pál, akiket színészként ismer az ország, Lengyel Zoltán, zongoraművész, Dolák Sali Róbert egy egész kis csapatot hozott létre, hogy két számot előadjanak. Hát nagyon sokan megmozdultak, és nagyon komolyan gondolják ezt. Én úgy gondoltam, amikor ez a tragédia történt, hogy a mi iskolánknak, a Szinyei Gimnáziumnak is kell valami olyat tennie, amellyel megmutatja az együttérzését, az együtt gondolkodását azokkal, akik érintettek voltak. Felejtés? Hát nem lesz. Nem lesz. Enyhíteni tudjuk csak a bánatot. Koncentrálni kell majd munkákra, az életre, el kell foglalni magunkat. Más menekvés ebből nincs. Azok annak, akik érintettek. Én úgy gondolom, hogy az iskola megint letett valamit az asztalra. Nagyon sok kolléga segített természetesen. Nagy összefogás volt. A kórus például ugye az a mai kórus volt az iskolából. És sikerült valamit adni azoknak, akik érintettek, akiknek a gyerekük, unokájuk esetleg elment tőlünk, vagy ott volt a buszon és átélte ezt a borzalmat. Tulajdonképpen ez a mai este egy üzenetközvetítés, ha úgy tetszik. Meg fogjuk kérni a közönséget, hogy ne tapsoljanak a műsorszámuk után, hanem csak gondolják át, legyenek együtt. Én azt abban reménykedem, hogy a hozzátartozóknak ez valamiféle vigaszt fog jelenteni, és az elviselhetetlent talán mégiscsak egy picit könnyebb lesz elviselni. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének. S lennék valaki. Lennék valaki. ...2017. március végétől a terézvárosi lakosok részére újra ingyenes angol nyelvtanfolyam és számítógép felhasználói képzés indul. A nyelvi és számítástechnikai oktatás megszervezésének célja, hogy azoknak is lehetősége legyen a tanulásra, akiknek más tanfolyamok nem elérhetők. A képzés eredményeképpen a résztvevők a hétköznapi nyelvi és informatikai kommunikációhoz szükséges alapvető ismeretanyagot sajátíthatják el. A képzések 30 óra, körülbelül 8 hét időtartamúak. Az eredményes teljesítés egyik feltétele a tanórák legalább 80%-án való részvétel. A képzéseken Terézváros felnőtt lakói vehetnek részt életkortól és képzettségtől függetlenül. A kurzusokra jelentkezni a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2017. március 16-áig személyesen lakcímkártya bemutatásával lehet. A megnyitó ünnepséget 2017. március 22-én 16 óra 30 perckor tartják az 5-ös 10 közösségi és kulturális színtér színház termében. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat szakmai fórumot szervezett, amelyen a rendelőintézet munkatársai bemutatták
a területi házi orvosoknak az elmúlt évi nagyértékű fejlesztéseket. A szakmai fórum különleges eseménye volt, hogy Simonfi Márta és Papp László alpolgármesterek korábban soha nem látott mértékű fejlesztéseket jelentettek be. A mai Terézvárosi magazin vendége lesz dr. Kovács István házi gyermekorvos, aki a védőoltások fontosságáról fog beszélni. Terézvárosi egészségügyi szolgálatnál nagy hagyománya van ezeknek a szakmai fórumoknak. A lényeg az, hogy beszámolunk a házi orvosoknak arról, hogy milyen új szolgáltatások érhetők el a Csengeri utcában, illetve módot adunk arra, hogy megvitassuk a fölmerülő problémákat és az új lehetőségeket. Ez a mostani alkalom annyiban különleges, hogy két alpolgármester is a vendégünk, akik részben végignézhetik a elmúlt év beruházásait, fejlesztéseit, részben azt remélem nagyon nagyszabású beruházásokat fognak bejelenteni. Beszereztek egy digitális szájsebészeti panorámaröntgent, ezzel a betegellátás minősége javult. A kardiológiai osztályon az újraélesztő defibrillátor és a terheléses EKG készülék cseréjét hajtották végre. Bővítették az EKG holterek számát, hogy ezáltal gördülékenyebb legyen a betegek ellátása. A nőgyógyászati osztályon új ultrahang készüléket vásároltak, amelyre a párhuzamosan működő rendelés miatt volt szükség. Új beszerzés volt továbbá a CTG készülék, amely a magzati szívhang vizsgálatára szolgál, és egy 30 éves régit tudtak lecserélni az új eszközzel. A szemészetre új automata dioptria mérő beszerzésére került sor. A fizioterápiára egy új ultrahangos kezelőegység beszerzésével egy elavult készülék cseréje vált lehetővé. A betegbiztonság javítása érdekében nővérhívó rendszer kiépítését végezték el. A korábban Csengeri utca 25-be költöző pszichiátriai osztályt bővítették egy helyiséggel, amelyben a fényterápiás egységet alakították ki. A térfigyelő rendszerek bővítésével a vagyonbiztonság fokozása volt a céljuk. 6 darab új kamera kihelyezésére került sor. A betegirányító pult átalakítása munkavédelmi szempontok miatt vált szükségessé. A gazdasági osztály hatékonyságának javítása érdekében az Ecostat gazdálkodó program egy új elektronikus bizonylatkezelő modullal bővült. Simonfi Márta és Papp László alpolgármesterek bejelentették, hogy 2 éven belül megújul az összes házi orvosi rendelő és a Csengeri utcai rendelőintézet is. Első lépésként májusban, a Szinnyei augusztusban a Bajcsi rendelőben lesz felújítás. Korszerű hűtő, fűtő, szellőző berendezést szerelnek fel. Akadálymentes lesz a váróterem, és megújul a mellékhelyiség is. Ablak és ajtócsere, burkolatcsere, festés, mázolás is szerepel a felújításban. A rendelők betegvizsgáló ágyakat kapnak, annak ellenére, hogy a funkcionálisan privatizált házi orvosi ellátásban ezek beszerzése elvileg az orvosok feladata lenne. Az átépítések egy-egy házi orvosi rendelőben körülbelül 8 hétig tartanak. Ez idő alatt a rendelés az erre a célra kialakított Csengeri utcai rendelőintézet alaksorában lesz. A tavalyi évet érintő és általában az oktatási intézményekre vonatkozó nagy beruházások után 2016 évvégén meghirdettük az egészségügyi intézmények felújításának 2 éves programját. Most 2017 márciusában ugye itt vagyunk a TESZ épületében, és itt az érdeklődő háziorvosoknak, itt több mint 50 kolléga volt itt a TESZ-ből, illetve háziorvosok közül is, bemutattuk ennek a programnak a menetét, elmondtuk azt, hogy milyen ütemezéssel és hogyan szeretnénk a házi orvosi rendelőket teljes körűen felújítani, illetve milyen forrásokat és eszközöket szánunk 2017-ben a TESZ épületének rekonstrukciójára, részben az épületnek természetesen, részben pedig a műszeretség felújítására. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületében egy nagyszabású korszerűsítés első lépéseként a várótermi vizes blokkokat újítják fel, korszerűsítik a födémet, a tűzjelzőrendszert, megújul a vérvételi helyiség és a fizioterápiás galván kezelő is. Beadtak egy uniós pályázatot is, amely a teljes épület energetikai korszerűsítését célozza.
Ha a pályázat nem lenne sikeres, a következő évben az önkormányzat akár saját forrásból is korszerűsíti a betegfogadó tereket, a klímát, a fűtést és a szellőzést is. A beszerzések közül a legfontosabb, hogy az önkormányzat egy új digitális mammográfiás készüléket és egy újabb ultrahanggépet vesz. Mindkettő a jobb diagnosztikát és az előjegyzési idő csökkenését eredményezi. A nagyszabású két évre tervezett felújítás alatti gördülékeny betegellátás komoly szervezést igényel. Mindent megtesznek a zavartalan szolgáltatás érdekében. Az idén ősztől országossá terjesztik a vastagbél szűrési programot. Az uniós és magyar forrásból megvalósuló szűrésekre 6 milliárd 570 millió forint áll rendelkezésre, jelentette be az emberi erőforrások minisztere kedden Budapesten. Magyarországon vezető halálok a daganatos megbetegedés. Vastagbél daganatot évente 10 000 embernél diagnosztizálnak, és sajnos 5 000-en bele is halnak. 2017 végén így elindulhat az új népegészségügyi szűrőprogram. Az a cél, hogy 10%-kal csökkenjen a vastagbélrákos betegek száma, a program évente 500 ember életét mentheti meg, mondta Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A kormány a szűrések mellett fontosnak tartja az egészségtudatos nevelést, ezért különböző pályázati programokat írnak ki, amelyek például a szabadidősportok támogatását, a tudatos gyógyszerfogyasztást vagy az egészséges táplálkozást helyezik előtérbe, ismertette a miniszter. Ezeken kívül 2017 végéig 20 szűrőbuszt állítanak szolgálatba, továbbá 7 milliárd forintot fordítanak a menzák megújítására. március 7 hunyt el a világszerte ismert zenei nevelési módszer kidolgozója, a zeneszerző, zenetudós, népzenekutató, zenepedagógus Kodály Zoltán. Halálának 50. és születésének 135. évfordulója alkalmából 2017-ben Kodály emlékévet tartanak. Ez alkalomból a 6. kerületi Bajza utcai általános iskola immár nyugdíjas rajztanára, Komjáti Anna megemlékezést szervezett az 5-ös 10 közösségi és kulturális színtérben, ahol mind a kicsinyek, mind pedig a tanárok is, kiki dalban, kórusművel, kiki gondolatban emlékezett meg Kodály Zoltánról. Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti. Jelentős szerepe van a szakoktatásban is. Ezek az alapelvek fokozatosan alakultak ki, fogalmazódtak meg, és mentek át a gyakorlatba azután, hogy a zeneszerző figyelme 1925 táján a zenepedagógia felé fordult. Elgondolása szerint a jó zenész kellékei 4 pontban foglalhatók össze. 1. Kiművelt hallás. 2. Kiművelt értelem, 3. kiművelt szív, és 4. kiművelt kéz. Mind a 4-nek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban. Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulóknak, és egész életére beoltsa a nemesebb zene szomját. Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni. Ezt megszerezni az iskola kötelessége. Így hangzanak Kodály Zoltán szavai. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata tematikus pályázatot hirdet a kerületben működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére. Az önkormányzat 2017. év első félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére.
A 2017. március 1-e és július 31-e között megvalósuló programokhoz. A pályázati alap éves keretösszege 10 millió forint. A támogatások odaítéléséről a képviselő testület évente két alkalommal nyílt pályázati eljárást követően dönt. Az első fél évben felhasználható keretösszeg 5 millió forint. Támogatandó célok. A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő elképzelések, különösen a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokál patriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények, város szépítészeti akciók, környezetvédelem, zöld program bemutatók, kiállítások, előadó és alkotó művészeti produkciók létrehozása, tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok, a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai, a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok. A pályázat beadási határideje 2017. március 31-e. További információ a www.terezvaros.hu weboldalon, vagy a 061-342-7582-es telefonszámon. Ivádinél Csamre Vivien oktatási ügyintézőtől kapható. A General Electric, azaz a GE Global Operations vezetői és munkatársai ragadtak ecsetet, hogy megszépítsék a 6. kerületben működő Radnóti Miklós Színház művészeivel a Nagymező utcai épület művész bejárójaként szolgáló kis udvart. Mai napon a GE Global Operations mintegy 300 vezetője 8 különböző helyszínen végez önkéntes jószolgálati munkát. Az egyik helyszínünk Radnóti Színház, ahol most vagyunk, de egyébként pedig olyan szempontok alapján választottuk meg, hogy milyen munkát végzünk, hogy a helyi közösségnek segítsünk. Hagyománya van a cégnél ezeknek a munkáknak, egészen az iskola festéstől, a fizikai munkától, kertrendezéstől kezdve a meglévő tudásunk átadásáig nagyon sok mindent csinálnak a kollégák. Most nagyon örültünk annak, hogy 26 országból érkeztek ide a vezetők, és mindenki bekapcsolódott abba, hogy Budapesten tegyen valamit a közösségekért. Az alapelvünk igazából az, hogy támogatjuk azokat az ötleteket, amelyet a munkatársak hoznak. Ők választhatnak ki szervezeteket, közösségeket, projekteket, ami mögé odaáll a vállalat, akár azzal, hogy a munkatársak idejét bele lehet tenni, a tudását bele lehet tenni egy-egy projektbe, illetve anyagi támogatást is nyújtunk nagyon sokszor. A Radnóti Színház is tulajdonképpen így került be az egyik projektként a mai napi eseménysorozatba. Egy munkatársunk találta meg a social médián, hogy keresnek segítőket abban, hogy a művészbejárót és a környékét felújítsák. Kapcsolatba lépett a színházzal, megbeszélték, hogy mit lehet tenni, és úgy döntöttünk, hogy ez egy nagyon jó projekt, és mivel a kultúra nagyon fontos a helyi közösség építésében, mindig egy összetartó erő, ezért ide jövünk és segítünk. Kovács Adél, a Radnóti Színház igazgatója sem maradt ki a közösen végzett munkából, ő maga is ecsetet ragadott, mint mondta, egyedül állónak tartja a GE kezdeményezését, és örömmel vette, hogy az önkéntesség az ő intézményükben is megjelenik. Azt gondolom, hogy mi alkotunk a színházban és csapatban dolgozunk. Én csodálatosnak tartom, hogy egy ilyen nagy cég, mint a GE megtalált minket. Egyébként a weboldalunkra került föl az új arculat, és a Facebookunkra az új arculattal kapcsolatban egy közlemény, illetve képösszeállítás, amiben azt hangsúlyoztuk, hogy a színház építkezik, az arculatot, a társulatot, és hogy az udvart is próbáljuk szépíteni, és kiraktunk egy kis életképet, és a Szabó Szilvi erre talált rá. Tehát a kommunikáció nagyon fontos. Én örülök, hogy megtaláltak minket, és hát itt, amint látható, együtt dolgozik a két csapat, és ez szerintem nagyon-nagyon jó dolog.
az önkéntesség önmagában is nagyon jó dolog. Az önkéntesek lefestették a rozsdás ajtókat, kitakarították az udvart, kialakítottak egy elkülönített részt a hulladéktároló edényeknek, és ültettek növényeket is, hogy egy élhető, megszépült környezetet hozzanak létre a lakóknak, amely egyúttal egy kellemes, méltó közösségi térként szolgál a művészek számára is. Mint megtudtuk, a 26 országból érkező 350 felsővezető 8 csoportban vett részt a közösségi munkában. A Radnóti Színház udvara mellett felújították egy óvoda folyosóját, egy sajátos neveltetési igényű, valamint egy hátrányos helyzetű gyerekek iskolájának termeit is. A gyerekekkel közreműködve ételt főztek és osztottak hajléktalanoknak, érzékenyítő tréningen vettek részt Down-szindrómás emberekkel, kerekesszékes sporteseményt szerveztek, és digitális írástudásra oktatták civil szervezetek munkatársait. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. A szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra! Köszöntöm a Terézvárosi magazin nézőit. Önök a terézvárosi kék híreket látják. Wagner Zsófia, rendőrhadnagy vagyok. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága eljárás folytat lopásbüntet gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy férfi 2017. március 3-án 13 óra körüli időben egy terézvárosi bevásárlóközpont üzletéből egy nadrágot, egy zsekit és 2 pulóvát lopott el úgy, hogy eltávolította róluk az áruvédelmi eszközt, majd a ruhákkal együtt kiszaladt az üzletből. Az elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen látható elkövetőt felismeri, tartózkodási fellehetőségi helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111 telefontanú zöld számán. A 107 vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.police.hu e-mail címre. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányságán eljárás indult dolog elleni erőszakkal üzletszerűen elkövetett lopásbüntettének megalapozott gyanúja miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint K.L.E.K. megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a 6. és az 5. kerületben összesen 4 kerékpárt lopott el úgy, hogy a láncot vagy lakatot levágta a járműről, majd azzal együtt távozott a helyszínről. 2017. március 7-én napon az utcán szolgálatot ellátó járőrök az elkövetőt a korábban róla készült biztonsági felvételek alapján felismerték, majd a 6. kerületi rendőrkapitányságra előállították, ahol gyanúsítottkénti kihallgatására került sor. Tisztelt terézvárosi lakosok, ha nyert, nem ön fizet. Nagyértékű ajándékok helyett komoly anyagi veszteség érheti önt, amennyiben bedől a csalóknak, akik nyereményekre hivatkozva próbálják megtéveszteni. Az utóbbi időben történtek olyan esetek, hogy kéretlen telefonálók, közismert áruházláncok vagy mobilszolgáltatók nevében nyereményjátékra vagy nyereményazonosításra hivatkozva keresték meg telefonon keresztül budapesti lakosokat, és azt állították, hogy a telefonszámukat kisorsolták. A nyeremény átvételihez azonban szükségük van arra, hogy a nyertes személy egy ATM automatán keresztül több 10 000 forint értékben mobiltelefon feltöltéseket hajtson végre a hívók által megadott telefonszámokra. A jóhiszemű és gyanútlan sértettek reménykedve az ígért több 100 000-es, de akár milliós nagyságú pénzösszegbe, vagy nagyértékű tárgy elnyerésében
a felszólításnak eleget tesznek, és a csaló által diktált telefonszámra feltöltést hajtanak végre a kijelölt ATM-nél. Azonban ez természetesen nem követi az ígért nyeremény átadása, átutalása. Kérjük, hogyha ismeretlen személy ilyen történettel jelentkezne önnél, semmilyen körülmények között ne utaljon át pénzt, és ne keressen fel bankautomatát a csalók által megadott kódok vagy telefonszámok beütése céljából. Ne adja ki telefonon keresztül személyes, többek között bankkártyájának adatait, valamint ne árulja el lakcímét vagy tartózkodási helyét. Járjon el körültekintően, hívja fel a megnevezett céget, és ellenőrizze a hívás hitelességét. Ezzel az érintett vállalkozást is segíti, hiszen tudomásukra juttatja, hogy a nevükben élnek vissza mások jóhiszeműségével. Ha mégis ilyen jellegű bűncselekmény áldozatává vált, akkor hívja a 107 és a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét, vagy jelentkezzen az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanúzat számán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják, azon belül is az önkormányzati perceket. Első témánk a március 15-e lesz, utána pedig láthatnak egy összeállítást, amelyet a Sztáliai Színházban készítettünk egy jótékonysági gálán. Terézvárosi programajánlót követően Kovács István gyermekgyógyász főorvossal találkozhatnak a nézők, a kanyaró lesz a központi témánk. Gálvölgyi Dorkát köszöntöm ezután itt a stúdiónkban, hiszen egy új teátrum jön létre, méghozzá Hadszín Teátrum néven a Jókai utca 6 szám alatt. Terézvárosi lakosokat bemutató sorozatunkban Kis József színművész rendező író lesz a vendégem. Adásunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Töltsék velünk kellemesen az elkövetkezendő 3 órát. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják, azon belül is az önkormányzati perceket. Első téma a március 15-e. Természetesen Terézváros is ünnepre készül hosszú idő óta. Megszokhatták a látogatók, akik elmennek az ünnepségre, az ünneplő tömeg, hogy március 14-én vannak mindig a kerületi ünnepségek, természetesen a Jókai szobornál. De ahhoz, hogy egy ünnep felemelő legyen, ünnepi műsorra is szükség van. Nos, az ünnepi műsor készítői, illetve résztvevője a mai vendégeim. Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntöm kedves tanárnőket. Körtvési Anna néptánc oktató, néptánc tanár, Bajza utcai általános iskola, és két diákot is üdvözlök itt a stúdió, Simonyi Borókát és Kovács Rozit, akik ennek az ünnepségnek a résztvevői lesznek. Nos, kezdem én a lányokkal. Mikor hallottatok először március 15-éről? Emlékeztek-e rá? Hát én 4 éves koromban szerintem. 3-4 éves koromban. Hát az iskolában biztos meséltek anyáik. Azt így teljesen nem emlékszem, de elsőben csak egy kicsit így élén, tehát így mesélt róla Gizin, hát Jutka néni, másodikban pedig már tanultunk róla rendesen. Amikor te 4 éves korodban azt mondod, hogy már van valami emléked, akkor mi az, ami megmaradt emlékként? Kokárda. A kokárda. Látom, mind a ketten föltűztétek a kokárdát. Azóta bővültek az ismereitek, hiszen hoztatok egy képes történelemkönyvet is magatokkal, amiből nagyon sok információt lehet szerezni, de az ünnepség ahhoz, hogy szép legyen és jó legyen, ahhoz ugye mindenféle műsorszámokra van szükség. Először ti dalt tanultatok-e március 15-éről, vagy a forradalomról, vagy pedig verset? Melyikőtöknek mi az emléke? Hát, Bazsóka. Hát nekem a nemzeti dal jut eszem. Hát azt hallottam először, meg a megzenésített változatát, meg a sima szavalását. Neked? Hát nekem... Igen, dalt is tanultunk talán, arra így nem emlékszem, de nekem is a nemzeti dal, igen, mert az úgy valahogy szerintem mindenkinek az jut eszébe. És ugye én most azt kérdezem tőletek, hogy mi történt március 15-én, illetve utána, akkor arra tudtok-e válaszolni? Hát március 15-én az ifjak
Akkor állt ki Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjére, és akkor szavalta el a nemzeti dal. És utána mondták utána az emberek. És mondták utána. És volt még 12 pont, amit követelni akartak, és ezáltal keletkezett a szabadságharc. Igen. És miért követeltek azt a, miért követelték azt a 12 pontot? Mert úgy érezték, hogy ők túlságosan... rabok. Igen, tehát hogy ők nem akartak rabok lenni, és hogy nem igazságos velük a... az ország vezetése. Igen. Nem igaz. No. Hát egy pici összefoglaló a lányok történelem tudásából. Az az igazság, hogy így is kell bevezetni a gyermekeket a magyar történelembe, hogy egyáltalán eljussanak hozzá az információk. Mindez kiegészül, miután énekzenei általános iskolás osztályról van szó, a néptánc, a néphagyományoknak az őrzése. Tanárnő, hogyan fogható meg a népi kultúrán keresztül, a néptáncon keresztül a gyermekeknek a hazafiság felé való tudata? Mindenképpen az első, amit kiemelnék, hogy ebben az időben ugye a toborzás, amit mi így a néphagyományból is ismerünk, az a katonáknak ugye az összefogdosása volt, akkor még nem volt katonakötelezettség, tehát nem kellett bevonulni. Ugyanúgy, mint most? Igen, de... ugye, hogy tudták a legényeket elcsábítani katonának? Hát nyilván az őrmester az kiállt, és egy nagy bál, mi manapság úgy mondanánk, hogy egy nagy buli keretében, ahol iszogattak, táncoltak a lányok, férfiak, és hát ugye az egész nép, meg az egész falu népe, ott a gyakorlatilag már egy kicsit feltűzelték biztos egymást a férfiak, hogy na, milyen erős és ügyes legények vagyunk, és akkor hát sűrű kocingatások közepette, már olyan állapotba kerültek biztos egy idő után, hogy hát az őrmester kezébe csaptak, hogy na jó, akkor megyünk mi is katonának. Van erre egy dal? Az előbb nem jutott dal az eszetekbe. A jó lovas katonának. Nincs meg? Nem ismeritek azt a dalt, hogy a jó lovas katonának. Hűha! Ja, valami, ja, valami rémény. Hát ez a toborzó. Valami rémény. Na, mert erről beszélt itt, igen, meg a tanárnépen. Meg most énekeltünk reggel a Kapi nénivel. Egy másik ilyen dalt tanultak most meg, amire táncolnak is. Azt így kezdődik? Egy élet, gyöngy élet, ennél szebb nem lehet. A szeretőm katona lett, de én arról nem tehetek. Lóra, csikós, lóra. Na, hát itt vannak ezek egy a dalok. Egy ilyen másik toborzó, de nagyon sok ilyen van. Úgyhogy... nagyon sok toborzó, de egyébként... igen, tulajdonképpen a hazaszeretet az egy nagyon fontos dolog, ugye Magyarországon élünk, most sincs katonaság, viszont most is toboroznak katonákat, hiszen a hazának, katonákra szüksége van, hogy meg tudjuk védeni magukat, meg tudják védeni az asszonyokat, a gyerekeket, azok a hős vitézek, akik a hazaszolgálatára álltak. Hogyan áll össze az ünnepi műsor, és mennyire szeretik a gyermekek a néptáncot, a népi hagyományokat? Hát úgy gondolom, hogyha... élményszerűen úgymond eljátsszuk az ő szintjükön ezeket a hagyományokat, és nem tudom, nem próbálunk olyan dolgokat beletenni, ami nem az életkoruknak megfelelő, akkor élvezik. Tehát mi beletettünk egy kis csata jelenetet, ami tulajdonképpen zeneileg alá van támasztva, tehát nyilván a feszültségét, azt a dob, a hegedű, a trombita és az egyéb nagy hangszerek adják, ami a magyar tanárjuk Gizi néni ötletére élő zenekarral fog történni, ugye, igen, az előadáson. És
imitáltam, próbáltuk a csatát előadni, nyilván nem elvárható negyedikes gyerekektől, hogy profi lövész technikával kiállva egy olyan csatát kerekítsenek, mint mondjuk felnőtt emberek, de botokkal imitálva picit ennek az egésznek a forgatagát mellé tettünk egy jó kis lobogós piros kendőt, ami ugye mutatja a csatának a hevét, amit ők is át tudnak érezni nyilván a látvány miatt, amiatt, hogy a zenére, zeneritmusára mozgatják a kendőt. Tehát az egésznek a látvány, a zene és a mozdulatok összefonódása adja majd azt a lendületet, amit mi beleképzeltünk. Sok ötletet vittek bele a gyerekek is. Voltak olyan zenei megoldások, amire ők külön mozdulatot kitaláltak, hogy most a zeneritmusára hogy igen, mozgatják azt a nagy kendőt. Aztán... Furúja, hogy legyen benne furúja. Igen, az is egy közös ötlet hogy volt. Hogy szedjük Gabi ki néni, a kokárdát. Az énektanárnéniük nagyon sokat segített, amúgy is tanulnak furujázni a gyerekek, és akkor három nagyon ügyes kislány fog furujázni egy gyönyörű sirató dalt, ami a csata végén ugye feloldja ezt a drámai helyzetet. Próbáltunk ebből az egészből igazából... azon túl, hogy gyönyörűen szavalják a verseket, a talpra magyart, elhangzik a szózat elejétől a végéig, amit ritkán hallunk igen, szerintem, mert igazából az első versszakot szoktuk énekelni, vagy hallgatjuk, de a többi versszak, ami szintén nagyon szép, azt ők most végig elszavalják, úgyhogy gyönyörűen mondják a szövegeket. A zenei részek meg nyilván az érzelmi részéhez tudnak hozzátenni. Nézzük meg, hogy néz ki az a kis társaság, az a csapat, amelyikkel készítétek ezt a műsort, és hogy zajlanak a próbák. Hányan vagytok? Az osztályban 19-en igen, vagyunk. Mindenkinek legalább van-e szerint, ha jól mindenkinek tudom, van. Egy külön mondata? Vagy, tehát egy mondata mindenkinek egy van. Igen. Mert Gizi néni direkt úgy állította össze, mert vannak olyan gyerekek, akik nem szeretnek annyira beszélni, ezért nekik kisebb szerepet adott, tehát nem úgy szöveget. De tehát mindenki az első táncban mindenki táncol. Tehát gyakorlatilag az egész osztály részt vesz a produkcióban. Igen. Vannak, akinek nagyobb szerepei vannak, több verse, több szólója, de mindenki meg tud igen, nyilvánulni. A táncban részt vesz-e mindenki? És a hát, jelenetekben? Az első táncban, az első táncban, amikor bejövünk, akkor mindenki részt vesz. A másodikban. Ezt úgy állítottuk össze. A másodikban, meg amikor a toborzó tánc van, akkor, akkor párokat állítottunk össze. Négy pár van annak? Öt párt összeállítottunk, és ők fognak táncolni. Milyenek ezek a táncok? Nehezek-e a lépések? Hát, könnyen tanuljátok-e? Megegyezni talán egy picit nehéz, de ha ráérzel, akkor már ritmusból fogod. Te első óta van néptáncóránk, és benne igen, vannak ezek a lépések, tehát hogy tanuljuk, és így mivel már megtanultuk, ezért már könnyebb. Könnyebb a koreográfiát megtanulni. Miért szeretitek a néptáncot? Mert az, hogy mind a ketten szeretitek, azt látjuk. Nekem azért, mert én eleve egy olyan ember vagyok, hogy ilyen, én izgőm, szóval kettő órát nem... Igen, kettő órát, mert nemrég jöttem ki a kórházból, és kettő órát nem tudtam úgy lefeküdni, hogy ne mozduljak meg, hogy ne beszéljek, és a néptánc is ilyen, igen, ilyen mozgósabb sport. Tehát levezetted az energiádat. Igen. Uh-huh. Én néptáncolok a Csillagszemű tánc együttesben, és ott két óra csütörtök, kedd és csütörtök, és mert az olyan szép a népviselet, meg hogy ilyen szépen néz ki másokat is nézni, hogy táncolnak, meg... Hát látványban is igen, fantasztikus igen, tud lenni. És élvezni is lehet nagyon. Gondolom, hogy mellette a többi tánc felé is nyittok, és a modern táncokat épp úgy szeretitek, de akik a modern táncokkal foglalkoznak, csak azok furán néznek arra, hogy te jó Isten, mit csinálsz te a néptáncban? Adod meg te, aki néptáncol, igen, azt tudja, hogy ez milyen elképesztően nagyon hangulatos jó, és jó. Igen. Könnyű őket rávenni? Nem hiszem, hogy kellett volna. Vagy a szülőknek. Tehát kivel könnyebb, a gyerekekkel, vagy a szülőkkel? Szerintem a szülők örülnek neki, hogy egy plusz kapnak a gyerekek.
ezáltal, vagy nem hiszem, én nem találkoztam még olyan szülővel, aki nagyon ellenezte volna, hogy az én gyerekem az ne táncoljon. Igazából én azt mondanám, hogy az első pár évben az a lényeg, hogy nagyon játékos formában, sok élménnyel gazdagodjanak a gyerekek az órán. Tehát nyilván nem az a cél, hogy mindenkiből táncművészt neveljünk, aki nagyon szeretne utána és nagyon tehetséges, annak nyilván tovább kell úgyis ebben az irányban haladni, vagy ahogy a Rozi ugye picikorától kezdve a Csillagszeműbe jár még plusz táncra, hát a heti egy órához képest az rengeteg, amit ő ott tanul. Tehát itt igazából a közösségépítésről van szó, tehát közösen bármilyen előadásra készülni, közösen úgymond a tánc által egy picit felszabadulni, azt szerintem az ő kis osztályukat is erősíti. Tehát nem mindenkinek megy nyilván egyformán jól, nem mindenki egyformán tehetséges, de itt nem arról van szó, hogy egyedül kell kiállni és produkálnia magát, hanem az osztály együtt csinál valamit. A tömegbe el lehet tűnni, el lehet bújni, az is, aki nem annyira ügyes, az is élvezi, hogy egy közös produkciónak a részese. Hát egy iskolai produkciónál is izgul mindenki, föllépések előtt gondolom, hogy nagyon izgultok most, hiszen a kerületnek a színe java részt vesz, ott lesz polgármester, asszony, alpolgármesterek, vezetők, televízió is természetesen ott lesz, úgyhogy a nézők majd egy hosszabb összefoglalót láthatnak ma jövő hét adásában itt a gyermekeknek és a Bajza utcai általános iskola tanárainak a közös produkciójában. Milyen a próbák hangulata? Jó. Tehát... Szerintem hogy sokat próbálunk meg, de én úgy érzem, hogy közben nagyon jól szórakozunk, igen. És hogy valamikor belenevetünk, de amikor szerintem... Igen. Igen. Akkor. Igen. De szerintem hangulatos. Igen, nagyon hangulatos. Nagyon jó, mert úgy... Jó érzés úgy táncolni, mert olyan, mintha így nem is tudom, ilyen nagyon szabadnak ér. Tehát, hogy olyan sok mindent lehet benne csinálni, hogy eldöntheted a szabad táncnál például, hogy most te melyik lépést csinálsz, és az olyan jó, hogy nem mondják meg, hogy most mit csinálsz, hanem... A szabadság. Igen. Látod, ott van, igen, benne a szabadság, amiért küzdöttek 48-ban, igen, hiszen pont a szabadságért küzdöttek. És pont a Rozi a szabadságmadár, aki jelképezi a szabadság. Én vagyok, igen, a szabadság jelképe. Igen, na tessék. Ő kapott egy főszerepet, igen, ő a kis madárka, aki ott repked a... És felszabadítom a tömegbe. Megpróbálom elvinni az embereket, kihúzni a hogy elrepüljenek velem szabad madárnak, és így szoktuk elröhögni, ahol nem kéne. Igen, mindig. Igen, az előadáson egészen biztos, hogy ott nem lesz ebből próbálni. A mai gyerekeknek mindig szerintem ez a legnehezebb erre része, igen, hogy ugye most akkor a nagy szabadságban élünk, mondjuk így általánosan, hogy azért sok-sok mindent szabad, sokkal több mindent szabad a mai gyerekeknek, meg embereknek, mint régen. És azért ezt nehezen értették meg az elején, hogy mit jelent ez, miért vagyunk rabok, miért vannak rajtunk láncok. Tehát szerintem ez volt a legnagyobb nehézsége az egész produkciónak, hogy ezt egy kicsit megéreztetni velük, hogy mit jelentett ez régen, hogy nem szabadott azért mindent. Meg hogy a végén, hogy próbáljátok már, vagy értitek nagyjából, hogy mi lehetett, igen, a probléma, szerintem, ami miatt? Ami az, hogy az előadás által többet tudtunk meg sokkal, igen, a felkészülésekkel meg. Mert amikor, hogyha ezek valamit te élvezel, és meg, tehát nem bemagolod, hanem hogy úgy átérzed az egészet, úgy könnyen megtanulni, mint hogy bemagolod. Hát én szívből kívánom, hogy mindaz, amit ti megéreztetek, a tanárnő és a kollégák segítségével. Mondjuk el még a nevüket, hogy a Nagy Ernőné Gizi néni, ugye az a szöveget, tehát mind magyar tanárjuk. Igen, ugye a szöveget ő állította össze, és nagyon remekül kitalálta, hogy melyik, igen, gyereknek melyik szöveget. A Gizi néninek van egy olyan technikája, úgy találja ki, hogy kihez
ki, hogy kinek milyen szöveg illik, hogy meghallja, álmában megálmodja. Igen, tényleg. És hát megálmodja a szöveget, és utána, amikor meg begépeli, hallja a hangokat, hogy szokta hogy hallani, ki mondja. Hát erre mondják, hogy profi. Ismeri, hogy kikkel dolgozik, ismeri, hogy kinek milyen a stílusa, kiből a mit tud kihozni, és mindenkiből a legjobbat igen. akarja kihozni. A Gabi néni. Igen, a Rónai Gabi néni. Ő furuja, és ő találta ki a furuját, Anna nénivel ő tanította be nekünk az éneket. Anna néni meg ugye a táncot. Igen, és Kiszinének volt egy nagyon jó ötlete, hogy élőzenekarra valósítsuk meg, úgyhogy innentől kezdve én beindultam, hogy felkeressem azokat, akik egyáltalán ezt tudják, igen, értenek hozzá, és szívesen jönnek. A Nagy Albertés zenekara fog zenélni. Ők egyébként egy népzenekar, tehát népzenét játszanak, de nyilván, mint a néptáncosok is mondhatnák, mert nem minden néptánc, amit táncoltok majd az előadáson. Van benne sok olyan mozgás, ami amúgy nem a néptánchoz köthető. Ők is olyanok, hogy mindent lezenélnek. A csatajelenettől a szózatig, úgyhogy nagyon ügyesek, és reméljük, hogy sikerül jól kooperálnunk holnap. Köszönjük szépen a produkciót előre, köszönjük. És kedves nézőink, 14-én 14 órakor találkozunk, hogy együtt ünnepeljük a forradalom és szabadságharc évfordulóját a Jókai Szobornál Terézvárosban. Köszönöm szépen, sok sikert! Köszönjük szépen! Március 6-án este a Szinyei Mersepál Gimnázium volt diákjainak közreműködésével jótékonysági estet rendeztek a Thália Színházban a január 20-án történt veronai busztragédia áldozatainak emlékére, valamint a balesetben megsérültek megsegítésére. A Szinyei Mersepál Gimnázium nyugalmazott igazgatója Rimóci József által szervezett jótékonysági esten a művészek előadásukkal fejezték ki együttérzésüket az elhunytak hozzátartozóinak, illetve a baleset sérültjeinek és érintettjeinek. Én úgy gondoltam, amikor ez a tragédia történt, hogy a mi iskolánknak, a Szinyei Gimnáziumnak is kell valami olyat tennie, amellyel megmutatja az együttérzését, az együtt gondolkodását azokkal, akik érintettek voltak. Ezért kerestem meg Kis József, szintén kerületi lakost, aki egyben Szinyeis diák volt, és a Szolnoki Szigligeti Színháznak a művészeti vezetője, hogy segítsen abba, hogy állítson össze egy műsort, aminek a lényege az a szerénység, a megdöbbentésnek a valamiképpen feloldása. Én szívesen segítek abban, hogy kik legyenek, és összeszedtünk jó pár volt Szinyeis diákot. Ő pedig próbáljon belőle egy gálaműsort, nem is gálaműsort, emlékműsort csinálni. Amikor megtörtént a tragédia, akkor két nappal később, vagy egy nappal később bementem a gimnáziumba, hogy én is tisztelegjek, és ott találkoztam Rimóci József volt igazgatóúrral, és akkor találtuk ki azt, hogy valamit majd kéne csinálni, és aztán két hét múlva fölhívott, hogy itt az idő, és azóta szervezzük ezt az estet. Olyan volt színjei is művészek lépnek itt föl, akik ezt az egészet átérezték, és hál' Istennek ráértek a mai napon, hogy itt legyenek.
Az esten olyan színes diákok lépnek fel, akiket talán ismer is az ország. Éppen ott átelemben áll Fenyő Iván, aztán Maszlay István, ifjú Jászai László, Kanda Pál, akiket színészként ismer az ország, Lengyel Zoltán, zongoraművész, Dolák Sali Róbert egy egész kis csapatot hozott létre, hogy két számot előadjanak. Hát nagyon sokan megmozdultak, és nagyon komolyan gondolják ezt. Tulajdonképpen ez a mai este egy üzenetközvetítés, ha úgy tetszik. Meg fogjuk kérni a közönséget, hogy ne tapsoljanak a műsorszámuk után, hanem csak gondolják át, legyenek együtt. Én azt abban reménykedem, hogy a hozzátartozóknak ez valamiféle vigaszt fog jelenteni, és az elviselhetetlent talán mégiscsak egy picit könnyebb lesz elviselni. Mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen. De befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos szikla, s durva törést látok. Ilyen szentek vagyunk mi. Micsoda ősszirtből vágták ki lelkünket, hogy zord darabjai még érdesen csügnek, érdesen, szennyesen, félig születetten, hová nem süt a nap, hová nem lát a szem. Nagyon megrendítő, nagyon nehéz szívvel vagyok itt. Nem csak mint színes diák, hanem úgy is, mint egy régi ismerősöm, kislányának a gyászolója, akit személyesen ismertem. Tehát bár ne kettős minőségben állnék itt. Leonardo da Vinci azt mondta, hogy a jól eltöltött élet mindig hosszú. Ezt el lehet fogadni akkor, hogyha az embert esetleg az élete közepén éli a halál. De akkor már nagyon nehéz, amikor még egy el sem kezdődött élet. Ez esetben tizenvalahány el nem kezdődött élet. Erről van szó, akiknek még annyi sem adatot, hogy valahogy egy picit megmutassák maguknak, kik ők, mik ők. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces messze fény. Lidérces messze fény. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének. Lennék valaki. Lennék valaki. Hát először is nagyon szépen szeretném megköszönni azoknak, akik vállalták a mai estét és felléptek a jótékonysági emlékesten. Én úgy gondolom, hogy nagyon méltó módon tudtunk megemlékezni az áldozatokról, az érintettekről, és talán mondhatjuk azt, hogy méltó módon zártuk le ezt a nagyon nehéz időszakot. Én nem is gondolnám, hogy ennek folytatásának kellene lenni. Azt hiszem, hogy ez hozhatott egyfajta megnyugvást, egy lezárást. Dolgozzunk tovább, éljük az életet, segítsünk azért még egymáson, amíg lehet, de ilyen nagyszabású folytatást már nem szeretnénk. Én azt hiszem, hogy ez az este elég volt ahhoz, hogy mindenki találkozzon, érezzük egymást egy kicsit, egymás közelségét, egymás szeretetét, és ezzel talán
idéglenesen, vagy véglegesen, nem tudom, lezárhatnak, tekintjük ezt a nagyon rossz időszakot. Ne állj zokogva a síromnál, nem vagyok ott. Hát nem alszom. De ott vagyok az ezer szélben, mi fú. Én vagyok a gyémánt csillogás a havon. Én vagyok a napfény, az érett gabonán. Én vagyok a szelíd őszi eső, amikor felébreszt a reggeli zsivaj. Ott vagyok minden hangban veled. A csendesen körző madár szavában. De én vagyok a csillag is, mely rácsüt az éjszakában. A nyíló virág szirma vagyok. Néma csendben nálad lakok. A daloló madár vagyok, s minden neked kedves dolog vagyok. Ne állj hát szokogva a síromnál. Hát nem vagyok ott. Nem alszom. Miért sirattok? Hisz Isten arca volt, mely simogatón, hívón rám hajolt. És én mentem, és most fényőzönyben élek, és nem vagyok más, csupán tisztult lélek. Én nagyon nagyra értékelem a tanároknak a fáradozását, és azt, hogy egy volt növendék, a kis József, aki úgy tudom, hogy a Szolnoki Szigligeti Színház művészeti vezetője, ilyen nagyon sok energiát fektetett bele ebbe az előadásba, hogy ez így tudott sikerülni, és ilyen jól állította össze az alkalomnak megfelelően. Én nagyon helyesnek tartottam, hogy mellőzték a Tapsot, mert egy ilyen előadáson azt hiszem a legfőbb dolog a megemlékezés, és hogy az ember egy kicsit felidézze, ami történt, és próbáljon valahogy túljutni rajta, és erőt meríteni a jövőre. Timothy Judit főkonzulasszony megbízásából, illetve nevébe jöttem el erre a megható és nagyon méltó megemlékezésre. Szívszorongató volt a gyerekek játéka, és ezt természetesen el fogom vinni a főkonzulasszonynak. Ő sajnos baleset miatt nem tudott itt részt venni, de lelkileg együtt volt az egész iskolával, és üdvözletét küldi, és kitartást a Szinyei Merse gimnázium növendékeinek. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem állhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom. Nagyon szép este volt, nagyon megható. Szeretnék köszönetet mondani a volt Szinyei diákoknak és a jelenlegieknek is, akik a műsorban részt vettek, illetve természetesen Kállamista igazgató úrnak, aki rendelkezésre bocsátott a mai jótékonysági estre a színházat. Nagyon szép volt. Méltóság teljes volt. Lassú, nyugodt. Emlékeztünk. Voltak kemény szavak benne, kemény gondolatok, de nem mehetünk el mellette. Együtt kell élni vele. Felejtés? Hát nem lesz. Nem lesz. Enyhíteni tudjuk csak a bánatot,
koncentrálni kell majd munkákra, az életre, el kell foglalni magunkat, más menekvés ebből nincs. Azok annak, akik érintettek. Én úgy gondolom, hogy az iskola megint letett valamit az asztalra, nagyon sok kolléga segített természetesen, nagy összefogás volt, a kórus például ugye az a mai kórus volt az iskolából, és sikerült valamit adni azoknak, akik érintettek, akiknek a gyerekük, unokájuk esetleg elment tőlünk, vagy ott volt a buszon és átélte ezt a borzalmat. Láttam, Uram, a hegyeidet, és olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Oda tenném a szívemet, de apró szívem, hogy tetszene néked. Roppant hegyeid dobogásában elvész az ő gyönge dadogásas, ágyam alatt hál meg a bánat. Miért nem tudom, hát sokkal szebben, mint a hegyek, és mint a füvek. Szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik, s te nyitott tenyérrel térdig csobogó nyugalomban ott állsz az útjuk végén. Meg nem zavarlak én, Uram. Elnézel kis virágaink fölött. Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Ismét rengeteg izgalmas program áll rendelkezésünkre a héten. Terézváros eseményei mellett budapesti és vidéki helyszíneket is bemutatok, érdemes lesz tehát ma is velem tartani. A hét eleje egy különleges, ismeretterjesztő előadással indul, ahol mindenki megtudhat valami izgalmasat Terézvárosról. 6x6-kor az 5-ös 10-ben. A helytörténeti klub alkalmával Maczó Balázs klubvezető várostörténész vetített képes előadását élvezhetik a résztvevők. A téma most egy elfelejtett városrész, Lőportár dűlő, a történeti Terézváros nyugati széle. 1950-ig a Lehel tér környéke a Dózsa-György úttal bezárólag a 6. kerület része volt. A terület Lőportár dűlőként volt ismeretes, mivel a 18. században több katonai raktár laktanya épült fel ezen a környéken. A városrésznek máig megvan a sajátságos hangulata, amelyben egyszerre van jelen a bel- és a külváros szelleme. Érdekes előadásra vár mindenkit az 5-ös 10 március 14-én este 6 órakor. A hét közepén lehetőség van egy kicsit megpihenni, feltöltődni, programokat csinálni. A március 15-i állami programok tárháza óriási, több vidéki helyszínen és természetesen Budapesten is megemlékeznek az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharcról.
Március 15-i programok. Budapesten a Kossuth téri zászlófelvonás után díszünnepséget tartanak a Nemzeti Múzeumnál. Egész nap számos érdekes programmal várják a szervezők az érdeklődőket a Budai Várban is. Március 15-e alkalmából ingyenes nyílt napot tartanak az Országházban, ahol a résztvevők a díszlépcsőházat és a kupolacsarnokot, és természetesen a Szent Koronát is megtekinthetik reggel 8 és délután 1:30 között. Akik gyermekkel egy könnyed és kreatív pihenőnapra vágynak, azoknak örömmel ajánlok figyelmébe egy 6. kerületi helyszínt. Miniverzum családi nap. A Miniverzum izgalmas felfedeznivalót kínál a család minden tagjának. 3 ország, 300 négyzetméteren 5000 minifigura, 1300 méter simpája, és még sorolhatnánk. A családi nap keretében kicsik és nagyok egyaránt jól fognak szórakozni. Kézműves foglalkozások, kulisszák mögötti tárlatvezetés, makettházépítés, digitális vonatozás, és még sok más érdekesség várja a résztvevőket a Miniverzumban március 15-én. Észt filmhét a Művész moziban. Március 16-ától 4 nap alatt 4 vadonatúj játékfilmet vetítenek a Művész moziban, és természetesen az Észt animáció rajongóit sem hagyják cserben a szervezők. Vadul bulizó észtek a 90-es évekből, fokozódó feszültségek a vadregényes északi tengerpartján, abszurd kémtörténet szerelmi szállal bonyodalmak a pólusok körül. Ilyesmire számíthatnak azok, akik jegyet váltanak a filmekre. Szeretettel vár mindenkit a Terész körúti Művész mozi március 16-a és 19-e között. Humorfesztivál a Thália Színházban. A nagy sikerre való tekintettel idén újra a nevetésé, a humoré és a mókáé a főszerep a Táliában. A humor hétvége keretein belül pénteken 3, szombaton 1, vasárnap ismét 3 alkalommal van lehetőség az önfelett szórakozásra. Az előadások között a klasszikusnak mondható Család ellen nincs orvosság mellett játsszák az utolsó hőszerelmest és az ankonai szerelmeseket is. Azoknak is tartogatnak azonban programokat, akik a stand-up comedy rajongói. Március 17-e és 19-e között szeretett Telno és vidám hangulattal várja a nézőket a Thália Színház. Bővebb információt a thalia.hu weboldalon találnak az érdeklődők. Momentán társulat a 6. kerületben. A Momentán Társulat 9 fiatalból álló kreatív csapat az Interaktív Improvizációs Színház magyarországi meghonosítója. Civilben van közöttük rendező, fordító, drámapedagógus, tanár, zenész, fotós, a Momentánban azonban egyek, improszínészek. Minden ötletet a közönség ad, a felkészülési idő minimális, az improvizációs teljesítmény lenyűgöző. Teszteljék önök is a csapatot és szórakozzanak együtt a Momentán Társulattal március 17-én, 19-én és 21-én az Ó utcai Impro Klubban. Sörtúra élményvonattal. A MÁV nosztalgia időről időre előrukkol valami igazán különlegessel. Ez alkalommal a sörbarátoknak, sörtúrát kedvelőknek fognak a kedvében járni. Az egynapos sörtúra folyamán Morvaország fővárosába Brünnbe megy az Express. A program része a városnéző séta magyar nyelvű idegenvezetővel, utazás sörvillamossal és a sörgyár látogatás is. Aki egy igazán egyedi programot szeretne a sörjegyében, annak feltétlenül a Pivo Express-szel kell tartani a március 18-án. Az érdeklődők bővebb információt a MÁV Nosztalgia oldalán találnak. Koncert az egyes számú gyermekgyógyászati klinikáért. Első alkalommal rendezi meg a Semmelweis Egyetem medikus zenekara jótékonysági koncertjét, amelynek teljes bevételét az egyes számú gyermekgyógyászati klinika javára ajánlják fel. A befolyt összeget az intézmény a csecsemő és gyermekintenzív osztályra szánt betegőrző monitorok vásárlására fordítja. A hagyományteremtő céllal létrejött hangversenyen a zenekar minden alkalommal egy-egy elismert szólistával lép színpadra. Ez alkalommal Sök Atala, a Magyar Állami Operaház operaénekesnője lesz a zenekar vendége. A koncerten Brahms, Mahler, Dvorák szerzeményeket adnak elő. Aki egy szép koncertélménnyel szeretne egy nemes célért adományozni, annak a Zeneakadémián a helye március 19-én vasárnap este 19:30. Kulturális programok a RUSZ Centerben. Az Andrássy úton működő Orosz Kulturális Központ célja objektív képet festeni a mai Oroszországról, kulturális, oktatási és szellemi potenciáról, a tudományos, műszaki és innovatív területeken elért eredményekről. Ezt a küldetést számos kulturális programmal és eseménnyel teszik még teljesebbé. Március 17-én a Rock'n'Rollers koncertjére várják a hallgatókat, míg március 21-én érdekes beszélgetéssel készülnek a szervezők a Paroszláv
vallásról. Ugyanezen napon, tehát március 21-én nyitják meg azt a kiállítást, mely a Hattyúk tava 140. évfordulója tiszteletére jött létre. Szeretettel vár minden érdeklődőt a Rusz Center változatos programjaival. Terézváros eseményei mellett Budapest számos más pontján is érdekes programokkal várják az érdeklődőket. A férfiak a fejükre estek a Turaida Színházban. Fantasztikus színésznők énekelnek ebben a szenvedélyes és rendkívül mulatságos szakítás történetben. Az új zenés vígjátékban három becsapott, kijátszott és megalázott válófélben lévő feleséget alakítanak. De vajon tűri ezt a három nő? Hagyja? Elviseli ezt a helyzetet? Vagy a sarkukra állnak és visszavágnak? Esetleg megbosszulják? Sok kacagásra készülhet a néző, mert itt aztán minden lesz. Szeretettel és sok nevetéssel várják a nézőket Szulák Andrea, Détár Enikő, Keresztes Ildikó, Sztárek Andrea és Xantusz Barbara. A férfiak a fejükre estek premierje március 18-án este 7 órakor lesz a Turaida Színházban. Rejtett üzenetek premier. Budapest az 50-es években. A Csillagpresszó, ahol a háború előtt vidám élet folyt, a szocializmusban is tovább működik, ám kissé másképp. A Rejtett üzenetek című előadás mozaik darabkáit a kor divatos lágerei választják el, vagy kötik össze. A jellemábrázolás széles skáláját tárja elénk az előadás, szomorú vagy épp bátorító, de mindenképp megdöbbentő felismerésekhez juttatva. A bölcsesség, a humor, a józan megítélés és jellemünk megtartása által a reménytelenségből is ki lehet jutni. A különleges zenés darab főszereplői Bardóczi Attila, Erkárpáti Péter és Paor Lilla, akik szeretettel várnak mindenkit március 24-én az Erzsébet Ligeti Színházban. Az előadás két időpontban látogatható, délelőtt 11-kor és este 7 órakor. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet az info@kulturliget.hu e-mail címen tudnak megtenni. Baba Expo 2017 a Hung Expo. A Baba Expo egy olyan országjáró szakirányú kiállítás és vásár egyben, ahol a baba, mama, gyermek témakörben érdekelt cégek, szolgáltatók, importőrök, termékforgalmazók mellett lehetőséget kapnak a kismamák a használt ruha, játék, babaholmi adásvételére is. A rendezvényen minden a gyermekekről szól, a gyermekekért van, így ingyenes játszóházzal, ugrálóvárral, arcfestéssel, pelenkázó és babaetető helységgel is készülnek a szervezők. A Baba Expo budapesti állomása március 19-én vasárnap a Hung Expo-n lesz. Bővebb információt a Baba Expo weboldalán találnak az érdeklődők. A hétvége egy igazán édes programot tartogat azoknak, akik Kecskemétre látogatnak. Kecskeméti Csokoládé Fesztivál. A messzi István sportcsarnokban rendezik meg idén második alkalommal ezt a különleges eseményt. A fantasztikus csokoládé csodák kiállítás és vására mellett szuper gyermekprogramokkal és zenei eseményekkel is készülnek a szervezők. Az ország egész területéről érkeznek a csokoládé manufaktúrák, akik egyedülálló csoki kóstoltatással várják a résztvevőket. A színes csokoládé szökőkutak igazi látványosságnak bizonyulnak, de lesz kalandpark is a bátrabb kicsiknek. Igazi íz és játékélménnyel vár mindenkit a második Kecskeméti Csokoládé Fesztivál március 18-án és 19-én. Ennyi fért mai programajánlónkba, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ha bármi kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy ezt megtehetik az info@hatoscsatorna.hu e-mail címen, vagy a 061-301-0956-os telefonszámon. Szép hetet, sok jó programot kívánok Önöknek, viszontlátásra! A műsorvezető szépségéről a Kollektív Designer Team gondoskodik. László Lilla stílusos ékszereit az Alia ékszer biztosítja. Köszöntöm mindazon kedves nézőinket, akik most kapcsolódnak adásunkba, Önök a Terézvárosi magazint látják. Dr. Kovács István gyermekgyógyász főorvossal fogunk beszélgetni a védőoltásokról, kiemelten a kanyaróról. Ezt követően Gál Völgyi Dorka lesz a vendégem, akiből színi direktor lett. Itt a Jókai utca 6 szám alatt egy új játék színtér jön létre, méghozzá a 6 szín teátrum lesz a neve. Terézvárosi lakosokat bemutató sorozatunkban pedig Kis József színművésszel találkozhatnak. Terézváros szülötte, itt él gyermekkorától kezdve, bajzás volt, színjeibe járt. Az egyik résztvevője volt a jótékonysági gálának, illetve egyik szervezője, rendezője. Most pedig megismerkedhetnek tevékenységével, hiszen színész, rendező, író. Adásunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Köszönöm, hogy velünk tartanak.
Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyet a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálattal indítottunk el. Minden hónapban egy orvossal egy szakterületet járunk végig. Ma a gyermekekre kerül a sor, már mint a gyermekrendelése. Dr. Kovács István főorvos a vendégem, tisztelettel köszöntöm. Kezdj csak a nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És a mai beszélgetésünknek talán a most Magyarországon elég régen volt kanyaró járvány, és most ismét van, és emiatt elég nagy az érdeklődés, és nagy a bizonytalanság is. Kezdjük el az elején, egy pillanat, mindjárt rá is fogunk erre a témára térni, mert valóban az van, hogy a felnőtteknek, tehát a mikorosztályunk a fejében van egy bizonyos rendszer az oltásokkal kapcsolatban, aztán utána a 30-as, 40-es korosztálynál megint egy más rendszer van az agyában, és az egész fiatal anyukáknál pedig lassan ott vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy mi lehet, mi nem. És még hozzáteszek egy gondolatébresztőt, hogy az elmúlt években két pártra oszlott az ország, oltassunk és ne oltassunk pártokra. Na most, akkor ennek jegyében, azon a sok-sok tapasztalattal, hiszen házi gyermekorvosként is működnek önök, és ön is 30 éves praxissal rendelkezik. Hogyan kell fölépítenünk a gyermekeink egészségét, kiindulva most akkor ebből a kanyaróból? Hát ez a kanyaró járvány, ez olyan szempontból jó, hogy mint egy állatorvosi ló, az összes hibát, lehetőséget és problémát tulajdonképpen körbe tudjuk járni. Ez egy azért is érdekesebb kérdés, mert viszonylag későn kezdődött a kötelező oltás itt Magyarországon is, és majd rá fogok térni, a korai időszakban még nem is volt tökéletes, és ennek a problémáival most találkozhatunk. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy az oltásokkal szembe az ellenérvek, nagyon sok minden könnyű helyzetben volt a 20. században, mert viszonylag stabil körülmények között, ha a környezetét beoltották az embernek, akkor ő saját maga viszonylag védett lehetett, és a gyermeke is, ha nem is oltották be. De helyett jött a 21. század némi nyüzsivel, erre-arra elég sokan megindultak rajtunk keresztül, mi is megindultunk a világ különböző részeire, tehát sokkal nagyobb a fluktuáció. Ez a védelem, ami eddig volt, és amire nyugodtan alapozhatunk, ez most elmúlt. Tehát gyakorlatilag szükre szabottan akkor, hogyha volt egy falu, ahol volt egy megbetegedés, mondjuk a falun kívül nem nagyon mentek az emberek, tehát most ez hát nagyon leegyszerűsítem. Azért a 20. században mondjuk a városon kívül is, ha mondjuk a 1000 lakosból 3 utazott, kicsi volt a valószínűsége, hogy messze pont távol, valamit hogy haza. Hozott valamit. Igen. De most, hogyha 1000-ből 100 utazik, és még 100 keresztül mászkál itt rajtunk, mert turistaként jött, így jött, úgy jött, amúgy jött, akkor azért sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ebből a 200-300 emberből valakinél jelentkezik olyan probléma, amit továbbadhat az itt lakóknak, és nem véletlenül alakultak ki a védőoltások, hiszen a legveszélyesebb, leggyorsabban terjedő betegségek ellen igyekeztek ezt kidolgozni, és mindig az volt a nézet, hogy minél veszélyesebb egy fertőzés, annál nagyobb erőkkel igyekeztek ellene védőoltást kidolgozni, és aztán voltak olyan problémák, hogy hiába volt veszélyes, de nagyon nehezen sikerült, de most azért a legfontosabb fertőző betegségekre ma már azért rendelkezünk védőoltásra. Össze lehet-e számolni, hogy itt Magyarországon hány védőoltás típus rendelkezik, vagy áll rendelkezésre? Melyek a kötelezőek, melyek az adhatóak, és ez ki dönti el végül is, akár a kötelező jellegét, akár az adhatót, és a kötelezőt megtagadhatja-e egy család? Tehát itt most talán a legjobb példa, és elnézést, hogy egy kicsit oldalról közelítem ezt a kérdést, a legjobb példa most ez a kanyaróoltás.
Ez azért egy súlyos fertőző betegség. Egy-két adatot mindenképpen tudni kell róla. Ez annyira fertőz, hogy egy 100 fős közösségbe, ha beüt a kanyaró, akkor 90-en biztosan megbeszélnek, és még a maradék 10-ből is lehet, hogy egy-kettő így látensen átesik rajta. Tehát majdnem mindenkit megfertőz. Egy. Kettő, pedig bizony 1000 kanyaró betegből 2 elvesztünk. Azért ez is nagyon, nagyon magas szám. Tehát nem véletlenül van ellene védőoltás. Azok ellen a betegségek ellen vannak kötelező védőoltások, amelyek nagyon nagy populációban terjedhetnek, és nagy a későbbi szövődmény, esetleg halálozási arányszám is. Tehát nagyon fontos, hogy a felnövekvő nemzedéket megvédjük ezek ellen. Most akkor a kanyarónak van kötelező védőoltása? Van kötelező védőoltása. És az hány alkalommal? Két védőoltás van, az egyik az, általában ezek Európában elég hasonlóak, van bizonyos különbség, de azért mondok egy tágabb időintervallumot, mert Magyarországon most 15 hónapos, de Európában általában 1 és 2 év között van ez az első, és 11 éves kor környékén a második, azt már iskolába kapják, és ezzel a két oltással és a jelenlegi oltóanyaggal a mai tudásunk szerint, és erre nagyon jó példa a mostani, hát idézőjelben járvány is, hogy nagy valószínűséggel egy életfogytig való védettséget kapunk. Esetleg annyi lehet, hogyha véletlenül mégis előfordulna, hogy megkapjuk a betegséget, akkor is szövődménymentesen viszonylag könnyű körülmények között esünk át rajta. Tehát akkor 1 és 2 év között, de 15 hónapos korban van az első oltás. Így van. Hát Magyarországon 15 hónapos korban a kötelező, Európában van ez az 1 és 2 év között. Mitől függ az, hogy most csak én saját magam, én is olyan vagyok, mint az állatorvosíró, mert velem minden volt az ég adta. Én 3 hónapos koromban kaptam meg a kanyarót, és egyszerre a várányhimlőt. Úgyhogy én egy elég furcsa kinézetű gyermek lehettem, mert pötty hátán, pötty jó védettséggel bírok, szó se róla, de most ebből kiindul, hogy 3 hónapos gyerek is megkaphatja, miért nem kapják meg akkor korábban, illetve mi alapján rangsorolódik, hogy ez 2 hónapos korban, 5 hónapos korban, 1 éves korban, 1,5 éves korban? Ez 2 dolog. Egyrészt az nagyon fontos, hogy olyankor kell beadni, amikor már kialakul a védelem. Tehát egyrészt például a bárányhimlőt azért nem oltjuk 1 éves kor alatt, mert akkor még az anyai védelem a gyerekek egy részében fönnállhat. De a nem anyateljeseknél is? Persze, hát az anya méhébe töltöttünk egy kevés időt, mielőtt megszülettünk, és a védettségnek egy tekintélyes része nem az anyatejjel, hanem a méhen belüli élet folyamán jut át az újszülöttbe, illetőleg a magzatba. Az anyatej is véd valami pluszt jelent értelemszerűen, de az alapokat igazából már a placentán keresztül kapjuk meg. Tehát, ha túl korán adnánk, akkor nem indul meg a megfelelő védelem, hiszen az anyai védelem még valamelyest tart, és nem tudjuk, hogy az egyik gyereknél miért indul be, a másiknál miért nem. 1 éves korra az anyai védelem szinte minden esetben már teljesen elmúlt, hiszen ezek az ellenanyagok addigra lebomlottak. És az újszülött csecsemő, akkor már csecsemőnek hívjuk, a csecsemőnek az immunrendszere is kezd fejlődni, tehát megfelelő választ tud adni, és ilyenkor az nagyon fontos, hogy egy olyan védettséget alakítsunk ki, ami egyértelmű, jó és biztonságos. 1 éves kor alatt jó néhány védőoltást elkezdünk, azokat kezdjük el, amelyek a
csecsemőkre nagyon veszélyesek voltak, súlyosan és komoly halálozást jelentettek a korábbi időszakra, ilyenkor azt is vállalva, hogy többször kell beadni egy-egy védőoltást, elkezdjük már 2 hónapos kortól, hiszen ebbe az esetben nagyon fontos, hogy a csecsemőt védjük. A kanyaróval szembeni például azért nem annyira sürgős, mert ma már a nagyobb rész, tehát a környezet döntő része az védett, tehát nem hoz haza a nagyobb testvér közösségből, azért a kis néhány hónapos csecsemő azért nem nagyon jár, egész nap nincsen közösségben, hanem otthon van a szülőknél, tehát bizonyos szempontból védettebb is, tehát ilyenkor fölöslegesen se jó, hogy állandóan szurkáljuk ezeket a szegény gyerekeket, mindig akkor adjuk be, amikor a legjobb hatásfokkal biztosíthatjuk a védelmet, és a leghosszabb ideig biztosítjuk a védelmet. Milyen védőoltásokat kapnak most a gyermekek kötelezően, pici kortól kezdve? Most bevallom őszintén, én még egy nagyon picit, bocsánat, jó, ha térjek vissza jó, a kanyarúra, igen. Mert itt van egy másik nagyon fontos dolog, ami másokat, tehát nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is megijesztheti, mert azt mondják, hogy egyrészt nem vagyunk oltva. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy aki 1965 előtt született, az nincsen oltva. És ebbe az időszakban nem kell megijedni, mert bizony ilyenkor voltak kanyaró járványok, és azért a népesség zöme, az idősebbek is azért védettséget szereztek. Utána van egy olyan időszak, és ezért akartam a kanyaróról egy kicsit többet beszélni, mert elindult egy új oltás, aminél még nem volt annyi idő kipróbálásra, és úgy néz ki, hogy a 65 és a 70-es évek vége közötti generáció, az kapott ugyan védőoltást, de csak egyet kapott, és az se volt azért a helyzet teljes magaslatán. Ez melyik volt? A kanyaró ellen. Kanyaró ellen. Tehát a kanyaróoltás, akkor az a 10-15 év, az nem volt tökéletes. Tehát ez a korosztályban vannak a legtöbben, akik fogékonyak lehetnek, bár a szövődmények itt is sokkal ritkábban fordulnak elő. Tehát ez nagyon fontos, ha már el is kapja, akkor legalább veszélyes szövődmény borzasztó ritkán fordul elő. Tehát relatíve enyhébb formában kapják el, és esnek át rajta. De bizony ez a korosztály továbbadhatja a fertőzést, és itt jön a következő, ami a romániai járványnál egyértelműen látszik is. Pár napja volt az a hír, hogy egy kis csecsemőt vesztettek el, és kapta meg a kanyarót, és a család összes többi gyereke is megkapta. Bizony, ha nincs védelem, tehát ha a nagyobb gyerekek nem kapták meg az oltást, és nem védenek, mert aki oltást kapott, az nem is hozza haza se. Igen. Tehát hiába van kanyarós környezetben, nem jelent veszélyt, ha utána hazajön a kis testvéréhez. Tehát mindenképpen egy megfelelő védelmet biztosít ez az oltás. Tehát ezért nagyon fontos, hogy igenis beoltsuk a gyerekeinket, mert nem csak azt a gyereket védjük, akit beoltunk, hanem az utána következő megszületett fiatalabb csecsemőket is a 15 hónapos korig, hiszen nem hurcolják hozzá haza a betegséget.
és eljutott eszembe, hogy tulajdonképpen közösségben terjed a legjobban a betegség, hiszen én is úgy kaptam meg annak idején, hogy az óvodából a testvérem hozta haza, de hát ez az 50-es években volt, és akkor nem volt kötelező védőoltás, tehát pontosan a mi korosztályunk az, amelyik akkor kimaradt vagy a betegségből, vagy az oltásból, az most a legveszélyeztetettebb. De ha jól értelmeztem, akkor most ezek szerint, hogyha Romániában ilyen mértékű járvány van, és családokat érint, akkor ott nem kötelező a védőoltás? Következő, hát nagyon nehéz. Minden országban másképp néz ki. Mert sokan azt mondják, hogy Nyugat-Európában például sok helyen nincs kötelező védőoltás. Ez így igaz. Nem kötelező a védőoltás, de aki iskolába megy, annak föl kell mutatnia, hogy megkapta az addigi védőoltásokat. Márpedig az iskola kötelező. Most akkor kötelező a védőoltás, vagy nem? Tehát megint, tehát lehet ez demokratikusan megfogalmazni, és lehet erőszakosan. Mi egy picit Magyarországon, és talán ez helyesebb is, a korcsoportnak megfelelően egy kicsit keményebben próbáljuk ösztönözni a szülőket arra, hogy beadják a védőoltásokat, és szerencsére én azt látom, hogy a kerületben azért zömmel nincs olyan nagy ilyen oltás ellenes hangulat, hiszen mondjuk azt, hogy értelmes emberek laknak a kerületben, és azért ez mindenképpen számít, hiszen látják, hogy ez nagyon fontos a saját gyerekeiknek. Így van. Hogyha már itt tartunk, hogy a kerületben nincsen oltás ellenes hangulat, akkor megint egy fölvet egy következő kérdést. Tehát, hogyha kötelező egy védőoltás, mert nem mehet iskolába a gyerek, csak hogyha megvannak a megfelelő papírjai, akkor mégis hogy van az, hogy egyik kerület ilyen beállítottságú, a másik olyan? Tehát nem úgy van, kész, be kell oltani, azt annyi. Mindig van lehetőség, hangulat, éppen most, ahol talán erősebb az, hogy azok a nézetek, amelyek látszólag azt tükröznék, hogy nem történik semmi, hogyha nem kapja meg a védőoltást. Ez megint olyan dolog, én azért az egyetemen dolgoztam elég sokáig, oktattam is, tehát az ember, ha felkészült a legfrissebb irodalomból, akkor azért azt látja, hogy ezeket keményen meg tudják cáfolni pontos kutatásokkal, pontos eredményekkel, tehát nem csak azt mondjuk, hogy mert ezt így tapasztaltuk, és ez így jó, hanem ennek utána is néztek, akár Magyarországon, akár külföldön, hogy ezeknek az oltásoknak mik az eredményei, melyik oltást kell esetleg lecserélni, amit mi is beszéltünk, hogy bizony az első időszakban lévő kanyaroltások nem voltak annyira tökéletesek. És a mai napig is ez egy kombinációba kapjuk meg az úgynevezett MMR oltás formájában, és talán azért is nagyobb az ellenállás egy picit, mert azért itt gyakrabban fordul elő láz, esetleg kiütés is az oltás beadását követően. De ez ahhoz képest, hogy egy kanyaró milyen komoly lázzal és milyen komoly kiütéssel és mennyire megviseli a gyermeket, arról nem beszélve, hogy amit az előbb mondtam, hogy 2000-elék az, akit el is vesztünk a kanyaró kapcsán. Tehát ha ezeket mind végig gondoljuk, akkor egy-két napos láz és egy pár pötty azért nem... Hogy mit választunk. Nem kérdéses, hogy mit választunk. Hány gyerek kapta meg eddig most ebben a mostani járványban itt? Vagy egyáltalán megkapta Magyar adatokat én most nem tudok így mondani. És itt a saját berkünkön nem belül, tudok róla, nézzük, hogy bárki is Budapesten, még Budapestet itt se tudok, hogy bárki megkapta volna. Ez most inkább abból adódik, hogy így van, és azáltal, hogy itthon azért elég nagy az oltási fegyelem, azért Európa más részéhez
képest mi jól és odafigyelve voltunk. Tehát a magyar gyerekgyógyászoknak a döntő többsége nagyon keményen az oltások mellett kampányol, és azért a magyar lakosság nagy része belátja, hogy erre szükség van. Na és akkor most kanyarodunk oda-vissza, hogy hányféle oltást kapunk meg, mondjuk mire általános iskolába megyünk? Hát ez azért is, azért nem akarok ebbe nagyon keményen belemenni, és mindig egy picit kikerülöm, mert néha egy-egy oltásba több alcsoport is hát benne az van. A BCG például. A BCG az pont egy törzs, de például a gyermekbélnulás ellen több törzs is benne van egy kombinációs oltásba. Van, ha ezeket az al részeket is beleszámítjuk, van olyan oltás, amelyik egy injekció kapcsán 8-10 elleni védelmet is biztosít. Tehát főleg, hogyha a törzseket külön számoljuk. Mitől lehet az, hogy az emberek egy része az oltás ellenessé vált? Azon kívül, hogy mindent összeolvasunk az interneten. Következő, itt több olyan nézet is kialakult, néhány betegségre is azt mondták, hogy ez az oltások miatt fordul elő. Az esetek döntő többségében itt olyan dolgokról van szó, ami amúgy is előfordult volna, csak talán nagyobb figyelem, nagyobb hangsúly került rá az utóbbi 20-30 évbe, és ezért azt érezzük, hogy ez gyakrabban fordul elő. És miután mindenkit beoltunk, sőt az oltásoknak a kötelező oltások száma is nő, ezért össze lehet kötni egyiket a másikkal. És ezért fontosak a nemzetközi kutatások, ahol egyértelműen kiderült, hogy ennek a két dolognak, egy-egy betegség előfordulásának és az oltásoknak a beadása között nincsen semmi kapcsolat. Egy picit eltérünk az oltásoktól, mert az elmúlt időszakban, az én környezetemben is azt vettem észre, hogy ez a tavasz, vagy a tél vége egy hurutos köhögést, egy nagyon erős görcsös rohamot hozó köhögés sorozatot, váladékozást, letapadást eredményezett. Minek tulajdonítható ez? Én ezzel így az elmúlt időszakban nem találkoztam, hogy hónapokon keresztül ne szűnjön meg. Még is óvodába is mehetnek, mert azt mondják, hogy úgyis köhögni fog. Ez néha máskor is előfordul. Valóban mostani tavasszal egy picit több olyan vírusfertőzés is volt, ami elhúzódóbb köhögéssel járt. Plusz még ezt az is rontotta, hogy a mostani influenza járvány kapcsán talán egy picit több volt a tüdőgyulladásos szövődmény, és a köhögés mögött azért nagyon sok minden áll. Tehát legalább a leggyakoribb eseteket is számon tartva legalább 5-6 dolog minimum van, ami ezt az elhúzódó köhögést okozza, és ezek közül most tavasszal kettő is volt, ami egy picit több volt, mint az átlagos. Mi ez a kettő? Az egyik, mondom, az influenzához kapcsolódó tüdőgyulladás, illetőleg volt egy olyan vírusfertőzés, ami egy hosszabban elnyúló köhögéssel járt. Tehát ez a kettő az átlagos egy picit föl erősítve ezen a tavaszon egy picit több ilyen beteggel találkoztunk, nem olyan nagyon sokkal, de mindenképpen. És nem is annyira a gyerekeknél, a fiatal felnőtteknél fordult talán inkább több elő. Amikor már túl vagyunk egy-két antibiotikum kúrán, mert ugye sokáig nem adnak az orvosok antibiotikumot, azt már tudjuk, hogy miért, és azt is tudjuk, hogy az antibiotikumot viszont, ha fölírják, akkor azt végestelen végig kell szedni, különben pont az ellenkező hatást érjük el. Szóval, hogyha túl vagyunk az antibiotikum kúrán, mi az, amivel házi módszerekkel egyáltalán, vagy anélkül meg tudják segíteni a
családtagok egymást, saját magukat, az emberek, illetve gyerekeiket? Hát itt megint több, az antibiotikummal nekem az a véleményem, hogy akkor kell adni, ha kell, és akkor nem kell sokat várni, tehát ha egyértelműen egy bakteriális fertőzés áll a háttérben, a másik, akkor meg, ha hosszabban áll fönn a probléma, és vírus okozza, akkor se biztos, hogy érdemes tovább lépni. Ezt például most már vannak ilyen viszonylag gyorsabb tesztek, ami egy cseppvérből meg tudjuk határozni, hogy ez vírus vagy baktérium. Így van. Ezt használják is az orvosok? Én ezt még senkitől nem hallottam. Az a helyzet, hogy én ilyenekre mindig nagy hangsúlyt fektetek. Nálam a rendelőben van ilyen alapítványi segítséggel, én meg tudom oldani, mert ez azért egyik oldalról egy drágább vizsgálat, másik oldalról meg így alapítványi pénzzel meg tudom oldani, hogyha kérdéses, kritikus, újszülött kis csecsemőnél, ahol ez nagyon fontos, ott tényleg egy 5 perc alatt ezt meg tudom csinálni. Hát már ez egy olyan fantasztikus információ volt, amit azt gondolom, hogy nagyon sokan betápláltak az agyukba. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, doktor úr, hogy segített nekünk. Még egy gondolat a végére. Igen, még egy gondolat, és azt mindenképpen el szerettem volna mondani még a védőoltásokhoz, hogy a bárányhimlő ellen a kerület támogatja a védőoltást, ami megint azért nagyon fontos, mert lehet, hogy a bárányhimlőben viszonylag kevesebb a kanyaróhoz képest a szövődmény, de azért ott is van. És még egy dolog, amit a gyerekeknél nem annyira látunk, hogy bizony 15%-ában, aki átesett a bárányhimlőn, az élete folyamán az úgynevezett öfsömör betegség megjelenik, mert a vírus egy ideggócba elraktározódik, és aztán valamiért életünk során újra előjön, és bizony az elég kellemetlen, fájdalmas, ezt is meg tudjuk előzni ezzel, tehát én nagyon szépen köszönöm a kerületnek a támogatását, hogy ezt fölvállalta, és ezt végigbeszéltük, és együtt, hogy melyik oltás lenne az, amit érdemes. Így, és így ez két oltást így ingyenesen tudunk biztosítani a kerületben élő gyerekeknek, ami szerintem hosszú távon mindenképpen egy nagyon fontos dolog. Nagyon szépen köszönöm. Manapság a színházakra elég kevés állami támogatás jut. Ettől függetlenül a magánszínházak, színtársulatok, minthogyha újra élednének, egyre többet látunk belőle. Színvonalas produkciók is jönnek létre, és egyik-másik tényleg meg is találja magát a magyar kulturális életben. Itt Terézvárosban is áprilisban egy új színház jön létre, Hadszínteátrum címmel. Az igazgató Gálvölgyi Dorka, aki azt gondolom, hogy nem esett messze az alma a fáját, olyan színházi családba, vagy olyan művész családba született, amely tulajdonképpen valamilyen utómódon predesztinált, hogy a színházzal foglalkozzál. Teljesen természetes volt ez mindig? Hát először is köszönöm szépen a meghívást. Azt gondolom, hogy nem, bár nyilván egy színházi családba érkező gyerek másképp nő föl, mint jó értelembe véve a normális társai, de például szerepelni soha nem szerettem, és nem is szerettem volna, például színésznő se szerettem volna lenni. Korábban dolgoztam már színházba, de mindig is csak ez a hátsó része, tehát a színfalak mögötti, kulisszák közötti rész érdekelt. Nem gondolom, hogy ez egy egyenes út lett volna ide, de végül is nem bánom, sőt örülök neki. Az ötlet, hogy önállóan egy színházat létrehozzatok, amelyet te fogsz végül is irányítani, igazgatni, az kinek az agyából pattant ki? Hát igazándiból magának az épületnek az új tulajdonosai, ahol ez a Hadszínteátrum helyet kap,
ők miután ebbe az épületbe gyakorlatilag most már a papírokat, amiket visszakerestünk, régi dokumentumokat, nem is csak az 50-es évek elején, hanem 40-es évek vége óta folyamatosan voltak színi előadások. De a Jókai utca 6-ról beszélünk, a Jókai utca 6-ról beszélünk, Terézvárosban, ahol egy nagyon-nagyon rövid ideig a politika is színteret kapott ebbe az épületbe, de azt hiszem, hogy nem ez a jellemző, amiről ezt az épületet érdemes ismerni. Akkor ez a volt MSZP székház? Ez a volt MSZP székház. De amely új tulajdonoshoz kell. Egyébként ez egy fontos információ, abszolút, mert az emberek, én most próbáltam elhelyezni így hirtelenjében, és akkor gondoltam, hogy ott van a Zeneakadémiának a próbaterme, a mellette így levő van, épületben, igen, vagy itt, bocsánat, az operának a próbaterme, ott is szoktak lenni koncertek is, kisebb koncertek, tehát mellette mondjuk mellette nyugodtan, hogy a volt épület, székház. Van, ez az MSZP székház, de azt gondolom, hogy itt a politika szinterén nem nagyon, tehát nem ez a jellemző erre az épületre. De az épületbe azonosításához viszont fontos, ahhoz, hogy megtalálja. Így van, de egyébként azért az idősebb generáció még valószínűleg emlékszik rá, hogy ez egy nagyon szép szakszervezeti székház volt, és mondom, ebbe ez a színházterem, ez a 40-es évek vége óta működött, egy gyönyörű szép színházterem volt, ami sajnos eredeti formáját már nem tudja visszanyerni, úgyhogy egy picit modernebb és egy picit más színvilágba tündöklő terem lesz belőle, de hát megvan ennek a hagyomány ebbe a terembe. Úgyhogy igazándiból, akik az épületet megvásárolták, ők gondolták úgy, hogy tulajdonképpen egy ilyen értékmentésként csináljunk ott újra színházat, és ne ez maradjon meg az emberekbe, hogy ez egy politikához kötődő épület volt. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy borzasztóan örültem a lehetőségnek. Nézzük meg, mik az adottságok, és egyáltalán milyen állapotban volt ez a játszószintér, amelyet birtokba tudtatok venni. Hát igazság szerint az adottságai azok nagyjából megmaradtak, azzal a pici különbséggel, hogy itt ebbe tulajdonképpen ugye nyilván a politikához kapcsolódóan egy tanácstermet, vagy tehát egy ilyen tanácskozó termet, vagy arra a funkcióra használták, de igazándiból így maga a terem adottságaihoz így szerencsére nem nyúltak hozzá. Tehát van rendesen színpad, van rendesen függöny, világítás. Hát függöny az nincsen, de most már hamarosan lesz, így van. Színházi világítás, tehát színpadi fények sem voltak, de most már azok is a helyükre kerülnek napokon belül. Ami változott, mondom, hogy itt ez az épített széksorok, amik voltak, azok a hagyományos szép színházi székek, ezek sajnos nincsenek, de viszont most megpróbáljuk majd az előnyét is megtalálni annak, hogy kivehető székeink vannak. A terem leválasztható, tehát szekcionálható, és ez azért nagyon fontos, mert ahhoz a programhoz, amit mi szeretnénk itt megvalósítani, ahhoz ez talán jobb is lesz így. Hát igen, mert délelőtt gyermekeknek, délután felnőtteknek szóló erőadásokkal készültök. Egyáltalán egy színház csinálás, mert most tulajdonképpen erről beszélünk. Ez történik, igen. Van egy helyszínünk, megkaptad a felkérést, ebből lehet valamit összehozni. Megnézted. Hányan voltatok ott, amikor először ezt birtokba vettétek, és hogyan kezdtetek agyalni? Hogy mi lesz ennek a formája? Hát ez nagyon nagyképpűen fog hangozni, de teljesen egyedül mentem el. Ja, amikor, könnyű. Igen. Így nem szólt bele senki. Amikor én először elmentem, akkor ez nagyon hangulatos és kalandos volt, mert hogy ez a párt, akiké volt ez a székház, ők a közüzemi tartozással egy picit elmaradtak, úgyhogy nagyon hangulatosan, áram nélkül, így van, és hát ez egy színházterem, tehát tényleg tök sötét volt, úgyhogy zseblámpával mentem be, és akkor nagyon hosszan agyaltam és gondolkoztam azon, nyilván a férjem és egyébként a szüleim segítségét is kérve, hogy lehet és mint lehet. Mondom, itt a helyreállításban nem kellett abba gondolkoznom, hogy itt falakat kell kivenni és átalakítani, ami azért megkönnyítette a helyzetemet. A tulajdonosnak volt egy határozott kérése, hogy egy gyerekszínház legyen elsősorban. Ez ugye több szempontból kötődik az épületben most zajló tevékenységhez, hiszen itt van nálunk, nem tudom, hogy könyvkiadó nevét lehet-e mondani. A Móra könyvkiadó, akik gyerekekkel és gyerekkönyvekkel foglalkoznak, és a Geo Holding, és itt a Booker Kids, akiknek ugye van egy mesetabletjük, ami tulajdonképpen azon kívül, hogy mesél a gyerekeknek, edukációval is foglalkozik. Tehát, hogy ebbe a világba és ebbe az irányba egyértelműnek adódott, hogy ez gyerekszínház lesz elsősorban, és nyilván az esték azok a felnőttek lesznek.
Én a tulajdonosoktól annyit kértem, hogy amennyire lehet legyen ebben szabad kezem, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert ezt meg is kaptam. A felújításban, illetve a színháznak a működtetésébe, hogy ahhoz, hogy ez funkcionálni tudjon, belesegítettek? Vagy pedig azt mondták, hogy itt az üres terem, és innen hát itt az üres terem, nyilván valami anyagi háttér, hogy a festést és a lámpákat meg tudjam venni, és egyébként nem. Tehát, hogy nyilván van egy olyan háttér, hogy mondjuk a számlákkal nem nekem kell bajlódni, tehát van egy pénzügy, de itt gyakorlatilag kommunikáció, marketing és a programok megtalálása, nyilván egyeztettek velük, de tényleg azt hiszem, hogy szerencsés vagyok, mert megengedik, hogy hát ez nagyon csúnya szó lenne, hogy kiéljem magam, mert igazándiból tényleg ez a csúnya kiélés, ez arról szól, hogy nagyon szeretnék csupa olyan produkciót, ami a gyerekeknek hasznos, szórakoztató, és tényleg tanulni is lehet belőle. Április 22-én nyitok. Kiket kerestél, ha minden igaz? Itt volt egy szemöldök fölhúzás, mert, de honlapról, vagy ez első ilyen? Bemutatónk az 23-án lesz, 22-én lesz egy befogadott produkciónk. Nyilván az első időben fogunk lehetőséget adni, ameddig nem lesz csupa-csupa saját produkciónk, kisebb-nagyobb, ismert és kevésbé ismert társulatoknak, hogy jöjjenek hozzánk, és helyet adunk nekik, később is persze természetesen megpróbáljuk ezt beiktatni az életünkbe, de mi első bemutatunk hivatalosan az 23-án, április 23-án délelőtt 11 órakor lesz. Kiket kerestél meg segítőtársként? Láttam Bozsi Kivett nevét, aztán más neveket is. Hogyan állt össze az alapcsapat? Egyáltalán kikből áll az alapcsapat? Hát ez nem nagy titok, hogy manapság a színházaknál úgy alapcsapat, hogy társulat, az nyilván nincs, így nálunk sincsen. A legtöbb színház produkciókra szerződtet, művészeket, alkotókat, mindenkit. Ezzel mi is így vagyunk. Amit én nagyon szeretnék, hogy tényleg egy olyan színházat létrehozni, ami egyébként valóban nem messze tőlünk, ott van a Kolibri, tehát Terézváros tényleg nagyon gazdag kulturális élettér bír, és egyre reméljük gazdagabbal fog bírni általunk is. Ott van egy sarokra a Kolibri, ahol szintén ugye minden korosztálynak adnak valamit, de nagyon-nagyon szerencse, hogy szinte nem lehet jegyet kapni. Tehát azt gondolom, hogy igény van, úgyhogy mi is ezt szeretnénk, ezt a jó példát követni valójában, hogy minden korosztálynak szeretnénk adni programot. Tehát például Bozsi Kivett úgy jött a képbe, hogy van egy fantasztikus beavató színháza, amit korábban említettem, hogy kivehető székeink vannak, és leválasztható a terem, tehát tudunk egy olyan intim szférát, egy olyan teret létrehozni, ahol nem a székeken ülnek a gyerekek, mert ezek pici babák, tulajdonképpen babaszínház, hanem szabadon jöhetnek, mehetnek, és az Ivetnek van egy 4 évszak című produkció, amit nagyon szeretnénk, hogyha hamarosan nálunk láthatnának, mert jelenleg nem megy sehol. A másik bemutatásra váró produkciónk, ami április 23-án lesz, ott nagyon érdekes kísérlet részint pedig egy nagyon jó pofa dolog. Április 23-a az Janikovszky Éva születésének évfordulója, és mivel a Móra kiadó kötődik hozzánk, ezért szinte adta magát, hogy egy Janikovszky bemutatóval nyissuk meg ezt a teátrumot, és kitaláltunk egy olyan produkciót, ami még sehol nem volt, tehát tényleg elmondhatjuk, hogy ősbemutató, ugyanis Évának 7 könyvéből fogunk egy ilyen valamelyest koherens színpadi művet létrehozni, ami a Kire ütött ez a gyerek, akit szerintem mindenki ismer. Teljesen klasszikus mára. Abszolút, a születéstől a tükör előtt, ami egy kamasz monológ, 7 könyvből tevődik össze, és gyakorlatilag születéstől a kamaszkorig a gyerekek minden nyűgéről fogunk beszélni, az ő elképesztően szellemes, ironikus humorával. És rá egy hétre pedig lesz április 30-án egy opera beavatónk, ahol először a Valás Fuvolával fogjuk a gyerekeket megismertetni, amit pedig Nógrádi Gergely, aki egy operaénekes, kántor és mesekönyv szerző fog a gyerekekhez közelebb hozni, mert hogy az opera is egy kicsit ilyen mostoha műfaj, hogy a mai fiatalok nem igazán ismerik, és ezért nem szeretik, pedig fantasztikus dolog az is. Kétszer is elhallgatszott az a szó, hogy beavató. Uh-huh. Bozsi Kivettnél is, és ennél az operaházi beavatásnál is. Tapasztaljátok, hogy be kell avatni a gyerekeket a színházi világba? Hát, igen.
Tehát, hogy ennek ezer és egy oka van. Van, ahogy itt hallottam, Terézvárosban például az iskolaigazgatók kifejezetten szeretik a színházat, és viszik a gyerekeket. Ez egy nagyon szerencsés dolog, mert nagyon sok helyen vagy földrajzi okok miatt, vagy esetleg anyagi okok miatt nem jutnak a gyerekek el színházba. Ha egy családnak mondjuk azért kell küzdeni, hogy a heti betevő meglegyen, akkor nyilván sajnos nem a kultúra az, ami a legfontosabbá válik, ami teljesen érthető. Tehát én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy a jövő színházba járó generációja ezek a kisgyerekek lesznek, akik most kisgyerekek. Tehát, hogy én tényleg szerencsésnek mondhatom magam, mert valóban színházi családba születtem, de például a saját gyerekeimet is rendszeresen vittem és viszem színházba, hiszen hogyha én nem mutatom meg nekik ezt a tényleg csodát, akkor ők mitől szeretnék ezt. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy kell a gyerekeket arra szoktatni, a szülőket is kell arra felhívni, hogy jöjjenek hozzá kell a gyerekeket, mutassák meg nekik, hogy ez egy nagyon jó dolog. És egyébként hát, tehát nyilván a szórakoztató produkciók, amit tényleg mondjuk felnőtteknek is végigjátték. Tehát, hogy egy felnőttnek is nagyon jó az, hogyha két-két és fél órára a gyerekszínház esetében mondjuk maximum azért egy óra, mert egy kis mazsol annyit tud a popsiján a széken megmaradni. Tehát, hogy muszáj, hogy a gyerekek is kiszakadjanak abból a napi hajtásból, amit ma már az iskola is jelent. A Kolibri különleges produkciókkal várja a szülőket, a gyerekekkel együtt, és őket megalapították ezt az úgynevezett csecsemőszínházat. Uh-huh. Nálatok az alsó korosztály legalábbis úgy van írva, hogy 3 év. Miért ezt a korosztályt, az óvodás korosztályt választottátok ki elsőnek? Hát mondom, eznél az Bozsi Kivett féle darabnál ott külön, tehát nincs 3 év, ott 0-3 éves korig ajánljuk ezt az előadást. Uh-huh. Mi nem választottunk, tehát produkciókat szeretnénk behozni és megmutatni, és hát szeretnénk minden korosztálynak nyilván, mivel most április végén nyitunk tulajdonképpen, így rögtön ugye nem megy minden, úgyhogy szerintem hát azért a jövő évadunk lesz az, ami egy teljes komplet már egy évad komplet. Lesz. Igen. Gondolom, hogy ebben már azért régen teljesen gondolkodtok, de hát meg kell nézni az első tapasztalatokat. Az meg, hogy gyerekszínházba este felnőtt előadás legyen, teljesen logikus, hiszen miért lenne egy színház kihasználatlanul, amikor meg lehet tölteni. Említetted, hogy a kommunikációra és minden egyéb dologra neked kell odafigyelni. És megint csak kénytelen vagyok föltenni a kérdést a segítőtársakra, mert azért gondolom, hogy ha bár azt mondtad, hogy társulat nincs, színésztársulat nincs, de ettől függetlenül kell lenni egy olyan magnak, vagy még mindig teljesen egy számogat, vagy és a családra hát támaszkodsz? Nem, azért ez így nem igaz. Tényleg egy olyan szerencsés helyzet van, hogy akikkel ebbe a házba együtt dolgozunk most, tulajdonképpen mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata, de maga a színház, hogy gyakorlatilag egyetlen egy ember, egy segítséggel vagyok magam. Úgyhogy tudok segítségért fordulni sokakhoz, és kapok is. De elsősorban a saját magadhoz. De elsősorban a saját magamhoz, igen. Amikor elmondtad otthon a szüleidnek, családodnak, hogy színházat fogsz csinálni, hogyan fogadták, és milyen tanácsokkal láttak el, illetve miket kértél tőlük? Hát igazándiból a legelső reakció az volt, hogy jaj, biztos jó ötlet ez, tehát, hogy hát szóval nem könnyű, tehát, hogy azért ez egy nehéz műfaj a színház, nehéz a színház világa, tehát azt hiszem, hogy az édesapám elsősorban féltett vagy féltettől a feladattól. Az édesanyám azért olyan konstruktívabb szokott lenni, tehát ő tőle tényleg nagyon sok hát mindent lett tudok. Hát az így ebben a formában túlzás, nem, de ő menedzseli az életünket, inkább a család életét. Tehát ő egy picit más, igen, tehát nem annyira sokkal racionálisabb, na, akkor pontos, így mondom. Köszönöm, igen. Így pontos. Tehát, lilás segerében voltak mind a ketten nála, hogy ki vagyok képezni a Gálvölgyi családból, igen. Tehát, hogy ő azért másképp látja a világot, meg ő valóban abból az aspektusból közelíti meg a problémákat, hogy hogyan tudjuk ezeket a dolgokat megoldani, lett legyen az bármi is. Úgyhogy hát ő nála nagyon sok minden segítségre számíthatok, tehát, hogy aputól is rengeteg jó tanácsot tudok kapni, de mondjuk tényleg az édesanyám az, aki most mondjuk a kommunikációról beszélünk, mondjuk egy írásos anyag lektorálásától kezdve mindenféle dologba tud nekem tanácsot és segítséget adni. Gondolom, hogy miután befogadó színház vagytok,
vannak olyan darabok, amelyeket ott el tudsz képzelni. Hogyan fogod őket megszerezni, illetve mennyire várod azt, hogy titeket keressenek meg? Tehát milyen lesz a társulatokkal a kommunikációtok, a kapcsolatotok? Hát szerintem egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk sok szempontból, mert hogy jó helyen van ez a kis színház. Nézőszámot tekintve nem ez a nagy kőszínházi 5-6-700 fős terem, amit esetleg adott esetben egy művészi kísérletnél nehéz megtölteni. Ez a befogadó színházság, ilyen kifejezés nincs is. Tehát, hogy elsősorban azért mi saját produkciókkal készülünk, tehát a mesedarabjaink egy része, így például az első két bemutatónk, és azért a saját előadás lesz. Lesznek saját szerzőitek? Hát a saját szerzőink, hát most vannak nálam egyébként darabok, amik egyébként kortárs szerzőknek a darabjai, és hát természetesen igyekszünk mindenféle dolgokat megvalósítani, ennek mindenféle egyéb nehézségeivel, vagy akadályaival, vagy nem tudom. Tehát, hogy vannak saját produkciójunk, és olyan darabokat próbálunk nyilván megkeresni, akiket szeretnénk, hogy jöjjenek, de azt mondom, szerencsések vagyunk, mert keresnek már minket, hogy jönnének hozzánk. Abból, hogy befogadó színházként kiadjátok a termet, abból van egy bizonyos bevétel, amiből aztán tudtok gazdálkodni. Ettől függetlenül honnan lehet szerezni, mert azért a színház egy nagyon-nagyon költséges műfaj. Nem véletlen, hogy minden, és azzal is kezdtem, hogy az állami támogatás a színházakra egyre kevesebb. Az állami színházak még akkor is paraszkodnak, amikor megkapják a tisztességes állami támogatást, hát a magánszínházak, akik meg nem tudják, azoknak elő kell teremteni. Összeállt a fejedben a gazdasági kép, hogy hogyan fogtok és miből működni? Hát nyilván ugye magánszínház vagyunk, elsősorban jegybevétel. Na most tehát a jegybevétel ugye gyerekszínház esetében egymás között vagyunk szinte, tehát hogy tényes való hát egy gyerekdarabnál nem lehet olyan magas áron adni a jegyeket, mint felnőtt produkciók esetében. Úgyhogy a jegybevételen túl ugye valóban ugye a befogadásnál az tulajdonképpen egy terembérlet, úgyhogy ebből lesz ugye bevételünk. Megpróbáljuk azért napközben a termet más rendezvényekre, így van, tehát hogy értékesíteni, mert hiszen valamiből muszáj ezeket a produkciókat majd létrehozni. Pályázat után néztetek már? És hát szeretnénk természetesen, igen. Tehát, hogy vannak pályázati tervek, lehetőségek? Nagyon kevés, nagyon kevés. Tehát, hogy Közép-Magyarország, tehát, hogy Budapest sok szempontból nyilván szerencsésebb, mint az ország távolabbi részei, úgyhogy nagyon nehéz kultúrára, edukációra pályázatot találni, de hát igyekszünk, rajta vagyunk, hogy találjunk ilyen lehetőségeket. Még egy utolsó kérdés, működik-e a mecenatúra rendszere jelen pillanatban a magyar színházi életben? Hát én úgy tudom, hogy igen, a mi esetünkben még nem, de hát természetesen mi is keresni fogjuk azokat a lelkes színház szerető embereket, akik szeretnek minket. Nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. A Hadszín Teátrum tehát áprilisban nyit a Jókai utcában, a 6-os szám alatt, abban a bizonyos épületben, ahol ereinte szocszékház volt, aztán utána pedig az egyik pártnak volt a pártközpontja, de innentől kezdve a nagy nyilvánosság előtt a kultúrának lesz a színtere. Sok sikert kívánok. Köszönjük még egyszer. Szépen. Kis József színművésszel találkozhattak már kedves nézőink azon az előadáson, amelyet a Tália Színházban rendeztek a Volt színje is diákok. Ő volt az egyik főszervezője, rendezője ennek az előadásnak. Nem véletlen, hogy színje is volt, és részt vett ebben, hiszen ma is kötődik Terézvároshoz. Egy picit induljunk ki talán ebből a színje is történetből. Színje is diáknak milyen volt lenni? Üdvözlöm a kedves nézőket és Kegyedet. A Színje és diáknak nagyon jó volt lenni, mert az ember fiatal volt, és előtte volt az élet, és örült, hogy járhat iskolába, és volt egy-két nagyszerű tanár a Színjei gimnázium, és nagyon jó helyen volt, és a szüleim, a lakásunk is ugye közel van, terézvárosi lakos voltam világéletemben, és a szüleimnek a műterme, akik szobrászok voltak, a Kmeti utcában volt a műtermük, is nagyon közel volt, tehát két utcányira volt.
és angol szakra jártam, hetente 5 angol óránk volt, úgyhogy én a magam részéről nagyon jól éreztem magam a Szinyei gimnáziumban. Művész család lévén természetes, hogy valamilyen művészeti ág felé indult el. Ez nem is volt kérdéses? Hát nem nagyon volt ez kérdéses sosem nálunk. A szüleim szobrászok voltak, úgyhogy ők szentül meg voltak győződve, hogy én is szobrász leszek, de aztán 17 éves korom körül hirtelen megvilágosodásom támadt, hogy a színház irányába szeretnék mozdulni, és színész szeretnék lenni. Akkor az nem volt egy nagy öröm a szüleimnek, de azt mondták, hogy ha akarom, akkor csináljam. És akkor rögtön elsőre föl is vettek, de aztán már a főiskolán 3. évben már úgy gondoltam, hogy én inkább rendező lennék, ha lehet. És akkor rendezőszakra is fölvettek, ilyen posztgraduálisra. Úgyhogy 6 év alatt 2 szakot végeztem el, és lett 2 diplomám ilyen szenzációs gyorsasággal, és aztán egy pár év múlva, kicsit később már a drámaírással is elkezdtem kacérkodni, és most már rendszeresen írok drámákat, kötetem is megjelent, és jó sok bemutatóm is volt, hál' Istennek. Picit előre szaladtunk. Tulajdonképpen kevés olyan színész van, aki nagyon fiatalon, komplexen kezdi látni el ezt a szakmát. Mert hogyha sok évet valaki színészként játszik, és utána elkezd rendezni, az egy másik vonal. Igen. Aztán nem sokan jutnak el oda, hogy írjanak is. Én viszont tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon fiatalon rájött arra, hogy a színház csinálás, nem tudok jobb kifejezést most hirtelen igen, rá, bár ez nem, de a színház csinálás az úgy egyben jó lesne. A rendezés iránti vágy miért kezdett el mocorogni önben? A főiskolán én azt láttam, hogy a színésznek a rendező mindig megmondja, hogy mit csináljon. És többnyire a rendező, ha vita támad, akkor az esetek túlnyomó többségében a rendező szava a döntő. És ez engem zaklatott, mint színészt, és mondom, hogy hát, valaki kitalálja, hogy 4 kézláb szaladgáljak egy szál alsógatjában a színpadon, akkor ezt nekem meg kell csinálni. Mondom, de én nem szeretném, ha nem értek vele egyet, hogy ezért lettem inkább rendező, mint színész. Ez egy érdekes hozzáállás egyébként, de gondolom, hogy átlátta azt, hogy mik voltak a hibák, amit máshogy csinálna, mert különben, hogyha elfogadta volna a rendezői utasításokat 100%-osan, akkor nem ébredt föl volna ez a vágy, hogy én ezt azért máshogy csinálnám. Erősen kritizálja a kollégákat, illetve a rendezőket? Óhatatlan. Tehát nem a személyiségemből fakad, hogy én kritikusan nézek valamit, hanem egyszerűen látom, és így aztán kénytelen vagyok ezt tudomásul venni, akár megmondani is. De ez nem, tehát én nem vagyok egy összeférhetetlen ember, aki mindenkit megkritizál. Én nagyon tudok örülni mások sikerének, sőt, ez elég ritka, megjegyzem a mi szakmánkban, de én majd kiugrom a bőrömből, hogyha valami jót látok. Én annyira örülök, és azt jól meg is mondom mindenkinek. Mindig szoktak csodálkozni. Mondom, te milyen kurva jó színész vagy. Mondom, te egy kifejezetten nagy színész vagy. Ilyeneket szoktam mondani a kollégáimnak, akik így meg vannak hökkenve, és nem hiszik. Először nem is tudják, hogy komolyan gondolják. Igen, pedig én tényleg komolyan gondolom. Tehát én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban Magyarországon nagyon sok nagyon-nagyon komoly kaliberű színész van, de egészen világszínvonalú színészek, és nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy ezzel tulajdonképpen nincsenek is tisztában. Mert azok, akik kevésbé tehetségesek, azok inkább tisztában vannak azzal, hogy ők borzasztóan tehetségesek. A nagyon nagy kaliberű emberek meg talán éppen azért olyan nagy kaliberűek, intelligensebbek egy kicsit talán, és szerényebbek éppen emiatt. Említette a látásmódot. A látásmód egy képzőművész családon belül egy érdekes dolog lehet, hiszen igen, nagyon sokféle benyomással, nagyon sokféle emberrel lehetett találkozni. Igen. Az, hogy máshogy látja a világot, vagy felülről, vagy kerekebbnek, vagy pont szögletesebbnek, ez köszönhető annak a közegnek? Biztos. Hát a szüleimtől nagyon sok kompozíciós képességet, a széphez való érzéket, az arányoknak a felismerését, az emberi küzdelem, mert ugye a szobrász az megküzdött az anyaggal. Tehát úgy volt művész, hogy közben az anyagból kell valamit kihozzon.
Tehát a küzdelmet azt mind láttam, és hát a szüleimnek nagyon széles baráti köre volt, úgyhogy itt a Kmeti utcában, ahol volt a műtermük szembe az Epreskerttel, ott elképesztő társaság volt mindig, emlékszem gyerekkoromban egészen komoly emberek, mint a Melokkó Miklós, a Kőpál szobrászok, ezek rendszeresen odajártak a szüleimhez, színészek, a Latinovics, Rutka Éva, ott forgattak, a Gál István ott forgatta az egyik filmjét ott a szüleim műtermében. És én ezek között nőttem föl, néztem őket, nagyon szerettem. Az Epreskertet ismerjük kívülről, belülről, azonban egy műteremlakást hogyan kell elképzelni? Műteremlakást mi filmekből látunk ugye általában. Mennyire más ez, és pláne itt Terézvárosban, ahol aránylag szűk a hely. Ez a Kernstock Károlynak a villája volt, ez ami, ahol egyébként most is lakom a családommal, és a Kernstock villának a földszinti hallja, amit a Ginától, a feleségétől, az özvegyétől vásároltak meg a szüleim az 50-es években, ugye szobrásznak földszinti műterem kell, mert a nagy szobrokat nem lehet cipegetni az emeletről. Hát ez az egy egészen különleges hely. Általában nagy felfordulás volt egy műteremben, és amikor a Gál István ezt az ominózus filmet forgatta, akkor jöttek az ő berendezői, és teljesen átalakították egy ilyen romantikus buduárra a szüleim műtermét, és akkor megjött a rendező, és üvöltve követelte, hogy azonnal mindent csináljanak vissza úgy, ahogy van, és Latinovics Zoltán a szüleim valamelyik szobrát nyomogatja az agyakba éppen az ujjával. Mert úgy visszaállítottak mindent, és úgy dolgoztak ott a nagyművészek. Hát akkor ez egy olyan gyermekkor lehetett egyébként, amelyik azért feszegeti az embernek a képességeit. Igen. És pontosan azok, hogy ilyen típusú emberekkel sikerült találkozni, megint csak a látásmódra és az érzésvilágra tudok visszakanyarodni, végül is válthatta ki az, hogy vezér egyéniségé vált. És most ezt nem csak a színházon belül értem, vagy a rendezésen belül értem, hanem itt néztem, hogy hányféle társaságban dolgozik, hányféle alapítványon dolgozik, a Művészeti Akadémiánál, stb. Hogyan jönnek ezek a megkeresések, vagy saját maga ötletei, hogy kihez szeretne kapcsolódni, kikkel szeretne együtt dolgozni? Hát amikor most már ezt, amit tetszik, amire tetszik utalni, a Magyar Művészeti Akadémiának az egyik alapítványa, meg az ahhoz kapcsolódó dolog, azt már nem csinálom. Ez 2007 idején volt, ugye? Igen, de most egy éve már nem. De egyébként például a Magyar Művészeti Akadémiához, amikor az még egyesület volt, 1999-ben úgy kerültem, hogy a Gyurkovics Tibor, akit ugye még a Veszprémi Színházból ismertem, ővel összefutottam, és akkor halt meg édesapám, és mondtam, hogy nagyon kellene nekem valamilyen szellemi közeg, mert apám fantasztikus mester volt, ha úgy tetszik, és mondom, nem tud valamit mondani nekem? És akkor mondta, hogy gyere el a Magyar Művészeti Akadémiába, mondta a Gyurkovics Tibor, és elmentem, és hát fantasztikus volt, mert ugye a gyermekkoromból ismert emberekkel találkoztam újra, most már, mint felnőtt. Például a Makovec Imrével, akivel ilyen pici gyermekkorom óta ismertük egymást, illetve ő ismert engem, mint apámnak a kisfiát. És hát ugye az összes többi embere, fantasztikus emberek voltak ott, fantasztikus, fantasztikus. Hát ez megint egy táplálkozási terület volt. Igen. Az első írások mikor születtek? Az első drámák, vagy első színművek? 94-ben, ha jól emlékszem, 94-ben kezdtem el ezzel foglalkozgatni. Úgyhogy az most már 23 éve van bizony, 23 éve. Tehát akkor ez fiatalon. Majdnem minden évben egy darabot, igen. Ezek közül, a darabok közül jó néhány mai napig is színen van. Mi is közvetítettünk egyet-kettőt, illetve részleteket egészen biztosan láttak belőle a nézők. Igen. Az írás, mint olyan, az megint egy másfajta közeg. Amikor íróként jegyez egy darabot, szereti-e megrendezni ugyanazt? Szereti-e, hogyha más rendezi? És egyáltalán az író-rendező viszonya, olyankor, amikor az ember mind a kettőt aktívan csinálja, az önnél hogy jön össze?
Egyre kevésbé szeretem én megrendezni a saját darabjaimat. Annak örülnék, ha mindig más rendezné meg. De ha megrendezem, akkor sincs semmi gond, tehát én teljesen el tudom különíteni a rendezőt az írótól. Tehát a színész szülő bírálja magát? Igen, hogyne, természetesen. Amikor a dramaturgizálja színész... is a szöveget? Akár. És amikor a színész mond egy nagyon jót, ami, annak én örülök a legjobban, megmondom, hogy hú, de nagyon jó, hát ezt majd beépítjük ebbe a dologba. És tehát van egy színdarabnak egy magja, ami érinthetetlen. De aztán a felszínen, amivel ugye a közönség találkozik, ott rengeteg változás tud létrejönni menet közben, és a színész a legfontosabb. Tehát amit a színész tud rajta változtatni, amit hozzá tud tenni a saját életéből, személyiségéből, azzal a színdarab csak gazdagodhat. Csak gazdagodhat. Melyik volt a saját darabjai közül, amelyet nem ő rendezett, de a legjobban tetszett másnak a rendezésében? Ez nagyon jó kérdés, most ezzel, hogy elgondolkodtam. Hát emlékszem, hogy volt... Tehát amiből úgy belenyúltak, de mégis nagyon jó lett. Emlékszem, volt egy csodálatos élményem, 96-ban rögtön az elején volt egy drámaíró verseny a Miskolci Nemzeti Színházban, és hát a nagyon fiatal Vida Peti játszotta az egyik főszerepet, és a szervét Tibi rendezte, de ez még mindenki rohadt fiatal volt még akkor, és emlékszem, hogy egy csomó mindent, de az ugye egy 4 óra alatt kellett megírni egy felvonásos darabot, ami nagyon fárasztó volt, és valamilyen lett, tehát én magam is csodálkoztam, hogy mi jön ki a kezem alól, és akkor azt nagyon gyorsan meg kellett rendezni, és este már megnézte a közönség, persze természetesen felolvas. Hát a drámai versenyen mindig így van, igen, ez egy külön színházi világ. De hát csodálatos volt. És akkor a Tibi nagyon jókat ötölt ki, hatolt ki, és az nekem tetszett nagyon, nagyon jó volt. Jó lett tőle az egész. Szolnokról nem beszélgettünk. Miskolc most itt érintőlegesen szóba került, hiszen az is egy állomás volt. De Szolnok az hosszú időn keresztül egy bástya az életében. Mennyire lehet szabadon tevékenykedni, garázdálkodni, jó értelembe vett módon Szolnokon? Hát természetesen garázdálkodni, és nagyon szabadon, ráadásul nagyon szabadon garázdálkodni nem lehet. Ennek, a színházban nem. Ennek több okai vannak. Az első és legfontosabb, hogy nekem van egy főnököm, Balázs Péter igazgató úr, aki az egyszemélyi döntnök egy ilyen színházban. Én javaslattevő funkcióban vagyok, és lehetőségeim vannak. Hát mint színész és rendező csak? Mi is, mint író, csak javaslattevői. Igen, természetesen. Mennyire fogadja el? Művészeti vezető vagyok ott abban a színházban. Hát, ha jót mondok, akkor el szokta fogadni. Bár én remélem, hogy általában jókat szoktam mondani, de ez a Péter színháza, és én már 10 éve segítem ezt a gondolatot, ezt a formát, és hát nagyon, hál' Istennek lekopogom, nagyon sikeresek vagyunk, mert a közönség nagyon szereti a színházat, és megveszik a bérleteket, ami némi nehézséget is okoz, mert annyira be vagyunk szorítva az évadba, mert 6 bemutatót tartunk, és azt minden bérletes meg szeretné nézni nagyon gyorsan. A nézőtér csak 460 főt tud befogadni, ezért aztán 7 nappal át éve kell a színházat nyomni előre. A színészek rengeteget dolgoznak, mert az igazgatónak az a filozófiája, hogy keressenek pénzt. És ezért aztán sokat dolgoznak, viszont keresnek is pénzt. Társulati rendben dolgozik a színház, vagy pedig vendégművészeket foglalkoztat külsősként? Hát elsősorban társulati rendben. Ez egy nagy dolog. Igen, vidéken nem is nagyon lehet tulajdonképpen másképp, mert egyeztethetetlen lenne az élet különben. Ugye a színészek zöme mégiscsak Budapesthez kötődik, és kell egy mag, egy ilyen vidéki egy vidéki színházban, akik viszik az egészet, és akkor egy-egy bemutatóhoz, egy-egy előadáshoz hívunk vendégeket, ha kell. Ha nem kell, akkor nem hívunk. Hogy néz ki jelen pillanatban, amikor végzős színművészeti osztályok vizsgaelőadást tartanak, együtt elmennek Balázs Péterrel, gondolom, mint művészeti vezető, vagy mint rendező, együtt elmennek, megnézik. Tehát megy klasszikusan ez a fajta színészkeresés, hiszen tudjuk, hogy a vidéki színházak, azok hihetetlen sok
lehetőséget tudnak biztosítani a kezdő fiatal színészeknek. Vagy igen, ez a rendszer már nem működik, hiszen ott van az online, a tévé, stb. Stb. Igen, sokat változott ez a rendszer, nagyon sokat változott, kell menni. Tehát megyünk mi, de egész más lehetőségek vannak, és sajnos tehát az a régi metódus, amit egyébként én nagyon szeretek és jónak tartok, tehát hogy az egyetemen, illetve ugye régebben a főiskolán már harmad-negyedéves fiatalok mentek vidékre játszani, és aztán a pályájukat is vidéken kezdték el, és utána mentek fel a fővárosba, ha olyan tehetségesek voltak. Ez már nem így van, tehát ez teljesen megváltozott. Ez egyébként, ez nem olyan jó. Hát annyira nem jó szerintem. Annyira nem jó, nagyon erősen előre tört az ő képzeletükben, a fiatal színészek képzeletében az, hogy saját kis társulatokat alapítanak, vagy egy meglétező ilyen alternatív társulathoz, aminek nincs ugye színház a háttérben, csak egy kis társulat, ahhoz mennek, és akkor világ megváltó gondolatokat dédelgetnek, és nagyon modern színházat csinálnak. Ez teljesen megváltoztatta a mi szakmánkat. Tehát most annak van itt a idénye, vagy nem is tudom, hogy fejezem ki magam, hogy így gondolkodjanak, és ezek a hagyományos vidéki kőszínházak, mint például a szolnoki, vagy a debreceni, vagy a Békés Csabai, ezeknek az ázsiója visszaszorult a fiatalok gondolkodásában. Jaj, mondja, hát ott operettet is kell játszani, meg vígjátékot, meg ilyet, meg olyat, meg romantikusat, de hát az nem elég modern, az nem elég nemzetközileg megfigyelt, elismert, és akkor ők másképp gondolkodnak. Már a könyvekre meg a saját darabjaira akartam rátérni, de közben megint volt egy olyan szó, amiben muszáj vagyok belekérdezni. Ez a nem elég modern. Mi számít ma modernnek egy színházban? Én úgy gondolom, hogy az a modern, ezzel persze a szakmánk egy jó részével nem értek egyet, vagy ők nem értenek velem egyet, hogy én szerintem az a modern, ha egy mai nagyon komoly színházi ember, mondjuk akármilyen irodalmi alapanyagból, amit írhatott Shakespeare, vagy Sophocles, de írhatott egy kortárs is, egy mai előadást megrendez. Mai színészekkel, akik benne élnek a mai életben, nézik a tévét, más színházakba elmennek, beszélgetnek más emberekkel, utaznak a trolin, és létrehoznak egy előadást. Ez modern, hiszen mai emberek csinálták. Tehát én azt nem ismerem el, hogy attól, mert hogy mit tudom én, jelmezek készülnek és díszlet készül, az már elavult. Mert az a jó, hogyha mai ruhában játszunk, nincs díszlet, alig van megvilágítva, és nem értjük, hogy mit mondanak. Ettől nem modern. Szerintem az nem modern, az csak tehát nem jó. Tehát akkor ebben konzervatív gondolkodású, ezek szerint ön. Én nekem az a véleményem, hogy a színház az önmagában egy rendkívül konzervatív intézmény. Uh-huh. Tehát bárki csinálja, a legvadabb, elvetemültebb ember, akkor is konzervatív maga a gesztus. Tehát a közönség vesz jegyet, bemegy egy helyiségbe, ahol székek vannak, oda leül, leoltják rá a lámpát, és valahol máshogy fölgyújtják, és ott színészek jelennek meg, akik... Tehát ez maga egy konzerv, ez mindig ilyen volt a színház. Tehát az, hogy az egyiken van ruha, a másiken nincs ruha, ez már jelentéktelen mellékkörülmény. Igen, konzervatív igen. vagyok. Igen, de ezzel nincs is semmi probléma. Nos, rátérünk gyorsan a saját filmjeire, könyveire, színházi bemutatóira. Mindenkinek van édes gyereke. Ha a sort végig vesszük, akkor melyik az, ami a legkedvesebb? Vagy a legsikeresebb? Nem biztos, hogy az a legsikeresebb, ami a legkedvesebb. Igen, több is van tulajdonképpen. Az Angyalok nem sírnak című darab a legsikeresebb. Az nagyon ugye ez egy 56-os témájú darab, és most a Turaiban volt. Igen, a Turaiban volt, és a 6-os csatorna is beszámolt róla. Igen, annak már több bemutatója volt, és mindig nagyon meglepő, nagy sikere van, és én nagyon örülök neki. A másik az viszont, az még sose volt bemutatva, van még kettő ilyen. Az egyik már be volt, mert amikor az Erkel Színházat újra felavatták,
akkor aznap délután volt egy felolvasó színházi előadás belőle, a Lagrange című darab, ami egy olyan prózai darab, Erkel Ferenc és egy Lagrange nevű énekesnő titkolt szerelméről, amiben operaénekesnőkkel játssza a főszerepet, és szimfonikus zenekar van benne, prózai színdaraba. Ez a legutolsó most, ugye? Hát majdnem az egyik legutolsó, ami miatt, hát szóval, hogy is mondjam, azt egy kicsit nehéz előadni, azt tudom, hogy azért az, ami háromszor meggondolja egy színház. A másik pedig a Napfia című darabom, ami Szent Imre hercegről, Szent István fiáról, akinek az Intelmeket írta, szól, és hát ez egy nagyon erős színdarab, igencsak húzós az is, úgyhogy azt is mindenki meggondolja, de például Vidnyánszky Attila, hadd mondjam el így négy szem közt, Vidnyánszky Attila nagyon szeret, és mondta, hogy ő azt egyszer majd meg fogja csinálni. Most ebből a három darabból, amit kiemelt, megint csak egy bizonyos konzervatív gondolkodásmód jött számomra át. Egészen biztos, hogy a nézőknek is. Tehát nem, és akkor visszaköszönünk a beszélgetés legelejére, amikor mondta, hogy főiskolásként nem tetszett, hogy a rendező azt mondja, hogy egy pucéról fussak át a színpadon. Tehát már ez is valamit előrevetített, de végül is az is, hogy ezek fajsúlyos darabok. Igen, nehezen nyúlnak hozzá a rendezők, viszont hogyha a közösség meg bemegy rá, akkor tudjuk azt, hogy akkor egy értékkel fognak távozni utána, hiszen minden előadásnak az a lényege, igen, hogy valamit kapjon az ember, amiből aztán egy-két, igen, gondolatot tovább visz, és tud belőle építkezni. Nehéz színpadra állítani a műveket, költséges, például hát az operánál, hogy ez a Le Grand, hát az, igen, az egy nehéz dolog, igen. De én már sokszor találkoztam a közönséggel, rendezőként is, és színészként is, és drámaíróként is. És pontosan tudom, hogy mit fognak reagálni. Tehát nekem egy közönség meglepetést nem tud szerezni. Uh-huh. És tudom, és már sokszor láttam, hogy megértik azt, amit akarok akármilyen módon mondani, és nagyon rá tudnak hangolódni. Tehát ez nem konzervatív vagy posztmodern kérdése, hanem én szerintem ez egy művészi hozzáállás kérdése, hogy én őt föl akarom emelni, és ő ezt megérzi, vagy bele akarok rúgni a hasába, és akkor ő azt megérzi, és azt mondja, hogy júj, ezt nem szeretem, vagy azt mondja, hogy júj, de jól esik, és milyen nagyszerű, és milyen szép gondolatok, és milyen erős érzelmek, és milyen szép látvány, és milyen, egyáltalán. Tehát én szerintem a színháznak az a feladata, hogy felemelje a nézőket, és ezt a néző minden egyes alkalommal megérzi. Azzal kezdtük ugye, hogy Terézvárosban élt, született, itt nőtt föl, ide járt a színjeibe. Van-e olyan darab, amiben ez a kis közeg, ez a Terézváros, ami a szülőhazája, az valamilyen úton módon visszaköszön? Hogy megnyilvánul-e? Tulajdonképpen mindegyikben, ha úgy tetszik. Mert hiszen, amiről az előbb beszéltem, hogy mitől modern valami, mitől terézvárosi valami. Hát én például egy terézvárosi gyerek vagyok, úgyhogy én amikor megnyilvánulok, akkor nagyon nagy mértékben a Színyei utca, a Szondi utca, Bajza utcai általános iskolóval jártam azelőtt, Bajza utca, Podmanicki, Andrássy, Dózsa György út, Hősök tere, ez mind benne van. Ez mind benne van. Én itt nőttem föl. Legközelebbi bemutató? Legközelebbi bemutatóm akár színészként, akár ősszel lesz rendezőként. Én mostanában már a színészetet nem is nagyon gyakorlom. Tehát akkor csak ilyesmit, mint ilyen gála, műsorom, igen, ebben úgy éreztem, hogy igen, kötelességem így is megnyilvánulni. Ősszel fogom rendezni Szolnokon a Dürrenmattnak a Fizikusok című politikai krimiét. Mai? Hát tulajdonképpen kortárs Dürrenmatt. Nem úgy értettem, hanem mai, mert Nagyon mai, hát ez egy, ugye a 20. század közepén játszódik a darab, 62-ben azt hiszem jelent meg nyomtatásban, és hát ugye nagyon arról szól, amiben mi élünk, hogy a fizikusok, akik őrültnek tettetik magukat, hogy a rettenetes nagy találmányaikra ne nyúljon rá a hatalom,
azok bizony elvonulnak egy elmegyógyintézetbe, és kiderül, hogy már az egész manipulált, már ez nem is egy elmegyógyintézet, hanem egy börtön, és majd belőlük így kiszivattyúzzák a tudást. Tehát ez mintha tegnap előtt írta volna valaki. És aztán Egerben fogok menni, és ott megrendezem Goldoninak a két úr szolgáját. Ennyi fért mai beszélgetésünkbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönjük szépen, hogy megrendezte ezt a felemelő előadást, amely azt gondolom, hogy olyan volt, hogy úgy jöttünk ki a színházból, a Táliából, a színje is emlékest után, hogy vihettünk magunkkal sok-sok szép emléket. Igen. És sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kezdjük sokan. Kedves nézőink, ez volt már a Terézvárosi Magazin. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozhatnak velünk, most pedig tekintsék meg az Ez történt a héten című összeállításunkat. Viszontlátásra! Stílus, divat, elegancia, mert nőnek lenni jó. Power Lilla ruháit a Mystic Day divatáru nagykereskedés biztosítja. Power Lillát a Merrill Fashion ékszerei varázsolják még elragadóbbá. Power Lilla frizurája a Pomádé szalonban készült. Jótékonysági est a Tália Színházban. Újraindulnak a lakossági tanfolyamok a 6. kerületben. Szakmai fórum a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál. Ősztől országos lesz a vastagbélszűrési program. Kodály Zoltán halálának 50. évfordulójára emlékeztek az Ötvös Tízben. Pályázat terézvárosi civil szervezeteknek. Önkéntes munka a Radnóti Színház szépítéséért. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Március 6-án este a 6. kerületi Szinnyei Mersepál gimnázium volt diákjainak közreműködésével jótékonysági estet rendeztek a Tália Színházban a január 20-án történt veronai busztragédia áldozatainak emlékére, valamint a balesetben megsérültek megsegítésére. A Szinnyei Mersepál gimnázium nyugalmazott igazgatója Rimóci József által szervezett jótékonysági esten a művészek előadásukkal fejezték ki együttérzésüket az elhunytak hozzátartozóinak, illetve a baleset sérültjeinek és érintettjeinek. A rendezvény fővédnöke Hassai Zsófia polgármester volt, védnöke pedig Tóth Gábor, a Szinnyei Mersepál gimnázium igazgatója. Terézváros önkormányzata 10 millió forinttal járult hozzá a jótékonysági est céljaihoz. A mai önkormányzati percekben egy hosszabb összefoglalót láthatnak az eseményről, és a magazinban vendégünk lesz a Szinnyei Mersepál gimnázium egykori diákja, az est rendezője, a Terézvárosban élő Kis József színművész rendező. A közönség soraiban ott ültek a buszbalesetet épségben túlélő diákok, és többen az elhunytak hozzátartozói közül. A jótékonysági est bevételét és Terézváros önkormányzatának támogatását a Szinnyei Mersepál gimnázium alapítványának utalják át. A kerületi önkormányzat minden rendelkezésre álló eszközzel segíti a tragédia érintettjeit. A képviselő testület jelentős összegű keretet hozott létre, amely az érintettek és családjaik közvetlen támogatására, a túlélők számára pszichológiai segítségnyújtásra, az áldozatok emlékének méltó megőrzését célzó kezdeményezések, illetve jótékonysági rendezvények felkarolására szolgál.
Az esten olyan színes diákok lépnek fel, akiket talán ismer is az ország. Éppen ott átelemben áll Fenyő Iván, aztán Maszla István, ifjú Jászai László, Kanda Pál, akiket színészként ismer az ország, Lengyel Zoltán, zongoraművész, Dolák Sali Róbert egy egész kis csapatot hozott létre, hogy két számot előadjanak. Hát nagyon sokan megmozdultak, és nagyon komolyan gondolják ezt. Én úgy gondoltam, amikor ez a tragédia történt, hogy a mi iskolánknak, a Szinyei Gimnáziumnak is kell valami olyat tennie, amellyel megmutatja az együttérzését, az együtt gondolkodását azokkal, akik érintettek voltak. Felejtés? Hát nem lesz. Nem lesz. Enyhíteni tudjuk csak a bánatot. Koncentrálni kell majd munkákra, az életre. El kell foglalni magunkat. Más menekvés ebből nincs. Azok annak, akik érintettek. Én úgy gondolom, hogy az iskola megint letett valamit az asztalra, nagyon sok kolléga segített természetesen, nagy összefogás volt, a kórus például ugye az a mai kórus volt az iskolából, és sikerült valamit adni azoknak, akik érintettek, akiknek a gyerekük, unokájuk esetleg elment tőlünk, vagy ott volt a buszon és átélte ezt a borzalmat. Tulajdonképpen ez a mai este egy üzenetközvetítés, ha úgy tetszik. Meg fogjuk kérni a közönséget, hogy ne tapsoljanak a műsorszámuk után, hanem csak gondolják át, legyenek együtt. Én azt abba reménykedem, hogy a hozzátartozóknak ez valamiféle vigaszt fog jelenteni, és az elviselhetetlent talán mégiscsak egy picit könnyebb lesz elviselni. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás, ének. Szeretném, hogyha szeretnének. S lennék valaki. Lennék valaki. ...2017. március végétől a terézvárosi lakosok részére újra ingyenes angol nyelvtanfolyam és számítógép felhasználói képzés indul. A nyelvi és számítástechnikai oktatás megszervezésének célja, hogy azoknak is lehetősége legyen a tanulásra, akiknek más tanfolyamok nem elérhetők. A képzés eredményeképpen a résztvevők a hétköznapi nyelvi és informatikai kommunikációhoz szükséges alapvető ismeretanyagot sajátíthatják el. A képzések 30 óra, körülbelül 8 hét időtartamúak. Az eredményes teljesítés egyik feltétele a tanórák legalább 80%-án való részvétel. A képzéseken Terézváros felnőtt lakói vehetnek részt életkortól és képzettségtől függetlenül. A kurzusokra jelentkezni a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2017. március 16-áig személyesen lakcímkártya bemutatásával lehet. A megnyitó ünnepséget 2017. március 22-én 16 óra 30 perckor tartják az Ötvös 10 közösségi és kulturális színtér színház termében. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat szakmai fórumot szervezett, amelyen a rendelőintézet munkatársai bemutatták a területi házi orvosoknak az elmúlt évi nagyértékű fejlesztéseket. A szakmai fórum különleges eseménye volt, hogy Simonfi Márta és Papp László alpolgármesterek korábban soha nem látott mértékű fejlesztéseket jelentettek be. A mai Terézvárosi magazin vendége lesz dr. Kovács István házi gyermekorvos, aki a védőoltások fontosságáról fog beszélni. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál nagy hagyománya van ezeknek a szakmai fórumoknak. A lényeg az, hogy
beszámolunk a házi orvosoknak arról, hogy milyen új szolgáltatások érhetők el a Csengeri utcában, illetve módot adunk arra, hogy megvitassuk a fölmerülő problémákat és az új lehetőségeket. Ez a mostani alkalom annyiban különleges, hogy két alpolgármester is a vendégünk, akik részben végignézhetik a elmúlt év beruházásait, fejlesztéseit, részben azt remélem nagyon nagyszabású beruházásokat fognak bejelenteni. Beszereztek egy digitális szájsebészeti panorámaröntgent, ezzel a betegellátás minősége javult. A kardiológiai osztályon az újraélesztő defibrillátor és a terheléses EKG készülék cseréjét hajtották végre. Bővítették az EKG holterek számát, hogy ezáltal gördülékenyebb legyen a betegek ellátása. A nőgyógyászati osztályon új ultrahang készüléket vásároltak, amelyre a párhuzamosan működő rendelés miatt volt szükség. Új beszerzés volt továbbá a CTG készülék, amely a magzati szívhang vizsgálatára szolgál, és egy 30 éves régit tudtak lecserélni az új eszközzel. A szemészetre új automata dioptria mérő beszerzésére került sor. A fizioterápiára egy új ultrahangos kezelőegység beszerzésével egy elavult készülék cseréje vált lehetővé. A betegbiztonság javítása érdekében nővérhívó rendszer kiépítését végezték el. A korábban Csengeri utca 25-be költöző pszichiátriai osztályt bővítették egy helyiséggel, amelyben a fényterápiás egységet alakították ki. A térfigyelő rendszerek bővítésével a vagyonbiztonság fokozása volt a céljuk. 6 darab új kamera kihelyezésére került sor. A betegirányító pult átalakítása munkavédelmi szempontok miatt vált szükségessé. A gazdasági osztály hatékonyságának javítása érdekében az Ecostat gazdálkodó program egy új elektronikus bizonylatkezelő modullal bővült. Simonfi Márta és Papp László alpolgármesterek bejelentették, hogy 2 éven belül megújul az összes házi orvosi rendelő és a Csengeri utcai rendelőintézet is. Első lépésként májusban, a Szinnyei, augusztusban a Bajcsi rendelőben lesz felújítás. Korszerű hűtő, fűtő, szellőző berendezést szerelnek fel. Akadálymentes lesz a váróterem, és megújul a mellékhelyiség is. Ablak- és ajtócsere, burkolatcsere, festés, mázolás is szerepel a felújításban. A rendelők betegvizsgáló ágyakat kapnak, annak ellenére, hogy a funkcionálisan privatizált házi orvosi ellátásban ezek beszerzése elvileg az orvosok feladata lenne. Az átépítések egy-egy házi orvosi rendelőben körülbelül 8 hétig tartanak. Ez idő alatt a rendelés az erre a célra kialakított Csengeri utcai rendelőintézet alaksorában lesz. A tavalyi évet érintő és általában az oktatási intézményekre vonatkozó nagy beruházások után 2016 évvégén meghirdettük az egészségügyi intézmények felújításának 2 éves programját. Most 2017 márciusában ugye itt vagyunk a TESZ épületében, és itt az érdeklődő háziorvosoknak, itt több mint 50 kolléga volt itt a TESZ, illetve háziorvosok közül is, bemutattuk ennek a programnak a menetét, elmondtuk azt, hogy milyen ütemezéssel és hogyan szeretnénk a házi orvosi rendelőket teljes körűen felújítani, illetve milyen forrásokat és eszközöket szánunk 2017-ben a TESZ épületének rekonstrukciójára, részben az épületnek természetesen, részben pedig a műszeredettség felújítására. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat épületében egy nagyszabású korszerűsítés első lépéseként a várótermi vizes blokkokat újítják fel, korszerűsítik a födémet, a tűzjelzőrendszert, megújul a vérvételi helyiség és a fizioterápiás galvánkezelő is. Beadtak egy uniós pályázatot is, amely a teljes épület energetikai korszerűsítését célozza. Ha a pályázat nem lenne sikeres, a következő évben az önkormányzat akár saját forrásból is korszerűsíti a betegfogadó tereket, a klímát, a fűtést és a szellőzést is. A beszerzések közül a legfontosabb, hogy az önkormányzat egy új digitális mammográfiás készüléket és egy újabb ultrahanggépet vesz. Mindkettő a jobb diagnosztikát és az előjegyzési idő csökkenését eredményezi. A nagyszabású 2 évre tervezett felújítás alatti gördülékeny betegellátás komoly szervezést igényel. Mindent megtesznek a zavartalan szolgáltatás érdekében.
Idén ősztől országossá terjesztik a vastagbél szűrési programot. Az uniós és magyar forrásból megvalósuló szűrésekre 6 milliárd 570 millió forint áll rendelkezésre, jelentette be az emberi erőforrások minisztere kedden Budapesten. Magyarországon vezető halálok a daganatos megbetegedés. Vastagbél daganatot évente 10 000 embernél diagnosztizálnak, és sajnos 5 000-en bele is halnak. 2017 végén így elindulhat az új népegészségügyi szűrőprogram. Az a cél, hogy 10%-kal csökkenjen a vastagbél rákos betegek száma, a program évente 500 ember életét mentheti meg, mondta Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A kormány a szűrések mellett fontosnak tartja az egészségtudatos nevelést, ezért különböző pályázati programokat írnak ki, amelyek például a szabadidősportok támogatását, a tudatos gyógyszerfogyasztást vagy az egészséges táplálkozást helyezik előtérbe, ismertette a miniszter. Ezeken kívül 2017 végéig 20 szűrőbuszt állítanak szolgálatba, továbbá 7 milliárd forintot fordítanak a menzák megújítására. március 6-án hunyt el a világszerte ismert zenei nevelési módszer kidolgozója, a zeneszerző, zenetudós, népzenekutató, zenepedagógus Kodály Zoltán. Halálának 50. és születésének 135. évfordulója alkalmából 2017-ben Kodály emlékévet tartanak. Ez alkalomból a 6. kerületi Bajza utcai általános iskola immár nyugdíjas rajztanára, Komjáti Anna megemlékezést szervezett az 5-10 közösségi és kulturális színtérben, ahol mind a kicsinyek, mind pedig a tanárok is, kiki dalban, kórusművel, ki gondolatban emlékezett meg Kodály Zoltánról. Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti. Jelentős szerepe van a szakoktatásban is. Ezek az alapelvek fokozatosan alakultak ki, fogalmazódtak meg, és mentek át a gyakorlatba azután, hogy a zeneszerző figyelme 1925 táján a zenepedagógia felé fordult. Elgondolása szerint a jó zenész kellékei 4 pontban foglalhatók össze. 1. Kiművelt hallás. 2. Kiművelt értelem, 3. kiművelt szív, és 4. kiművelt kéz. Mind a 4-nek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban. Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulóknak, és egész életére beoltsa a nemesebb zene szomját. Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni. Ezt megszerezni az iskola kötelessége. Így hangzanak Kodály Zoltán szavai. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata tematikus pályázatot hirdet a kerületben működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére. Az önkormányzat 2017. év első félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére a 2017. március 1-e és július 31-e között megvalósuló programokhoz. A pályázati alap éves keretösszege 10 millió forint. A támogatások odaítéléséről a képviselő testület évente 2 alkalommal nyílt pályázati eljárást követően dönt. Az első fél évben felhasználható keretösszeg 5 millió forint. Támogatandó célok. A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő elképzelések, különösen a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokál patriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények, város szépítészeti akciók, környezetvédelem, zöld program bemutatók, kiállítások, előadó és alkotóművészeti produkciók létrehozása,
tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok, a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő alapítványok programjai, a kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok. A pályázat beadási határideje 2017. március 31-e. További információ a www.terezvaros.hu weboldalon, vagy a 061-342-7582-es telefonszámon, Ivádinél Csamre Vivien oktatási ügyintézőtől kapható. A General Electric, azaz a GE Global Operations vezetői és munkatársai ragadtak ecsetet, hogy megszépítsék a 6. kerületben működő Radnóti Miklós Színház művészeivel a Nagymező utcai épület művész bejárójaként szolgáló kis udvart. Mai napon a GE Global Operations mintegy 300 vezetője 8 különböző helyszínen végez önkéntes jószolgálati munkát. Az egyik helyszínünk Radnóti Színház, ahol most vagyunk, de egyébként pedig olyan szempontok alapján választottuk meg, hogy milyen munkát végzünk, hogy a helyi közösségnek segítsünk. Hagyománya van a cégnél ezeknek a munkáknak, egészen az iskola festéstől, a fizikai munkától, kertrendezéstől kezdve a meglévő tudásunk átadásáig nagyon sok mindent csinálnak a kollégák. Most nagyon örültünk annak, hogy 26 országból érkeztek ide a vezetők, és mindenki bekapcsolódott abba, hogy Budapesten tegyen valamit a közösségekért. Az alapelvünk igazából az, hogy támogatjuk azokat az ötleteket, amelyet a munkatársak hoznak. Ők választhatnak ki szervezeteket, közösségeket, projekteket, ami mögé odaáll a vállalat, akár azzal, hogy a munkatársak idejét bele lehet tenni, a tudását bele lehet tenni egy-egy projektbe, illetve anyagi támogatást is nyújtunk nagyon sokszor. A Radnóti Színház is tulajdonképpen így került be az egyik projektként a mai napi eseménysorozatba. Egy munkatársunk találta meg a social médián, hogy keresnek segítőket abban, hogy a művészbejárót és a környékét felújítsák. Kapcsolatba lépett a színházzal, megbeszélték, hogy mit lehet tenni, és úgy döntöttünk, hogy ez egy nagyon jó projekt, és mivel a kultúra nagyon fontos a helyi közösség építésében, mindig egy összetartó erő, ezért ide jövünk és segítünk. Kovács Adél, a Radnóti Színház igazgatója sem maradt ki a közösen végzett munkából, ő maga is ecsetet ragadott, mint mondta, egyedül állónak tartja a GE kezdeményezését, és örömmel vette, hogy az önkéntesség az ő intézményükben is megjelenik. Azt gondolom, hogy mi alkotunk a színházban és csapatban dolgozunk. Én csodálatosnak tartom, hogy egy ilyen nagy cég, mint a G megtalált minket. Egyébként a weboldalunkra került föl az új arculat, és a Facebookunkra az új arculattal kapcsolatban egy közlemény, illetve képösszeállítás, amiben azt hangsúlyoztuk, hogy a színház építkezik, az arculatot, a társulatot, és hogy az udvart is próbáljuk szépíteni, és kiraktunk egy kis életképet, és a Szabó Szilvi erre talált rá. Tehát a kommunikáció nagyon fontos. Én örülök, hogy megtaláltak minket, és hát itt, amint látható, együtt dolgozik a két csapat, és ez szerintem nagyon-nagyon jó dolog. Az önkéntesség önmagában is nagyon jó dolog. Az önkéntesek lefestették a rozsdás ajtókat, kitakarították az udvart, kialakítottak egy elkülönített részt a hulladéktároló edényeknek, és ültettek növényeket is, hogy egy élhető, megszépült környezetet hozzanak létre a lakóknak, amely egyúttal egy kellemes, méltó közösségi térként szolgál a művészek számára is. Mint megtudtuk, a 26 országból érkező 350 felsővezető 8 csoportban vett részt a közösségi munkában. A Radnóti Színház udvara mellett felújították egy óvoda folyosóját, egy sajátos neveltetési igényű, valamint egy hátrányos helyzetű gyerekek iskolájának termeit is. A gyerekekkel közreműködve ételt főztek és osztottak hajléktalanoknak,
érzékenyítő tréningen vettek részt Down-szindrómás emberekkel, kerekesszékes sporteseményt szerveztek, és digitális írástudásra oktatták civil szervezetek munkatársait. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Írjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. A szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót. A viszontlátásra!